uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Hello Feri, jó reggelt! Hello! Jani, drága hallgatók! Jaj, Istenem, mindenkinek. Az év első százasa is megszületett. 50! Új év! Ja. De mi van a perselyünkkel? Jó a kérdés. 200 vagy 50 forint, vagy semennyi. Tényleg, hol a perse? Hol a perse? Na, ez lett volna a következő kérdésem, mert ugye tegnap nem került szóba, hogy mi lesz a malacsal, illetve a malac belsejével. De megvan akkor, tehát tudjuk, hogy hol van. Volna, jó, mert picit aggódom. És megbökjük meg, mint majd pénteken a cégest. Itt pénteken a céges malacot, igen, most olvastam pont tegnap a programot, meg kaptunk részletes program leírást. Mi? Hogy hányra kell leírni, és mi történik, és hogy történik. Jó. Hát figyeljetek, azért valljuk be őszintén, hogy az elmúlt években ezen a fronton nem sok... Tehát volt hiányosság. Ja, igen, jó fogalmazom. Egy irányba mentünk. Nem jön ki rosszul a dologból, de hogy azért most viszont úgy fel van építve az egész, hogy így tényleg minden. Tehát, hogy így átolt szettél. Mi a program? Akkor indulunk, találkozó a épületen. Látvány. Eddig az volt, hogy gyere ki a gokártpályára, a gokártra az eményén haza. Már hogy lehetett inni, meg bulizni, nem volt haza semmi baj, de ez most azért egy másik fajta most dolog. Igen. Picit ott fogunk szerintem egy kicsit értetlenül toporogni. Nem is fogjuk érteni az egészet. Iszunk egy pálinkát, és akkor jobb lesz. Ugye, ha valaki nem tudná, pénteken csapatépítőre megyünk. Ez volt tegnap az egyik témánk. Péntek délután indulunk, és szombaton már jövünk is. Fejenként hostess lány. Patológusból választható. Igen, aki nem. Aki tud ilyet csinálni, ugye, annak jó, majd szóljatok, hát, melyik szobába lettek. Hát te is nagyon jól tudod, hogy megbántanád vele az RP-ekat, hogyha. Az is igaz, hát, ha erre is gondoltak. Ha mindenre gondoltak, akkor jó. Van külön szobátok a Vikivel. Mindenkinek külön, mindenkinek egy gyárgyas. Ja, azt hiszem, lányokkal. Hát azt nem tudom, hogy ők jönnek, reménykedjük, hiszen ők is csapattagok. Kísérik a malacot. Nyugodtan a neked külön. Két hostel van egyébként. Egy Hentes és egy Mészáros. Lajos és Józsi. Nem használok ott. Légy szíves. Hát szóval meglátjuk. Jó lesz szerintem. Jó lesz. Na, ami az időjárást illeti, nincs túl hideg, ez örömhír. Tavaszias időjárás fogadott, mikor kiléptem a ház ajtaján. Szellő és 4-5 fog. És ez így lesz csütörtök. Szellő és erős. Szellő és erős. Jó reggelt, Balázs. Ezek a mai friss hírek, így kedden reggel. Ültek egy asztal mögött a kertben, és elmondták, hogy mire lehet számítani. De ez jó hír mindenképpen, de nincs hideg. És nem esik. Mert tegnap azért megint borzasztó volt. Borzasztó volt, igen. Az se tél volt, az se tavasz volt, az se nem tudom, milyen idő volt. Én megőrülök, már annyira nehéz a gyerek energiáit levezetni, nincs edzés, még nem indult el neki a kis edzése. És hát ez otthon vezeti le. Én nem tudom, mit csinálnak azok a szülők, akik most így nem tudják elvinni valahova a gyereket, mert nekünk foci edzés van, de nincsen. Itt lefölrohangál a gyerek a lakásba. Én tegnap már hétvégén elvittem sétálni, meg nem tudom, de olyan sár van nálunk, meg olyan víztenger, hogy nem tudom hova vinni. Úszás. Nem áll. Ha van víz, akkor csak az úszás. Akkor rárakok egy gumitalpat, vagy nem tudom, egy ilyen kis úszókát, hadd menjem. De hát muszáj most még valamit kitalálnom. Valahol elvinni, mert nagyon, nagyon élénk. Hát otthon kéne megoldani, mert nyilván szabadtére ilyenkor nehéz vinni, úgy szabadtéri programot nem nagyon tudsz csinálni. Igen. Elázik a gyerek, vizes lesz, sáros lesz, koszos lesz, hideg van, megfázik, akár most valami olyan otthonit kéne kitaláljál, amivel meg lehetne oldani ezt a történetet. Tehát például, hogyha van olyan ventilátorod, ami fönt van a plafonon, tudod, a izére, akkor egy hosszú kötéllel körbefuttatót lehet csinálni. Mint ahogy a lovakat járatják, ott berakod így a járatóba, és akkor lejáratod szépen. Na, ez például az egyik. Ez egy jó megoldás. Vagy sergőt csinálni belőle, ráálkoztatok a ventilátorra, ilyen 4-5 ilyen kis, hogy hívják ott, hintát, és aztán megy körbe. És akkor kész. Szerzel valahol egy ilyen kintornet, és szépen körbe, igen. Nem, muszáj, ti mit csináltok? Mert neked torna edzésed van, mennek az, nálunk már minden edzés elindult, már a múlt héten is volt, úgy van kézilabda a Pannának, Somának, meg van a szertorna, úgyhogy nyomja mindeket. Néha, így hívják, szertornának hívják. Na. Igen? Kási vagy hova jársz? Így. Van ez létezés. Van szertorna. Szertorna. És van gyűrűn, van. Gyűrű, meg korlát, meg buzogány. Hosszú gerenda, az nincs. Szereti? Imádja. Igen? Imádja, persze, mert ugrálás szívas van. Gödrös ugrálás. Szívas gödrös ugrálás van, ezek vannak, akkor, hogy hívják ezt a dobbantót, ilyen
Úgy dobbantónak hívják, azon lehet ugrálni. Tehát, hogy hívják ezt a svéd szekrényt? Svéd szekrény. Köszönöm szépen. Én tudom sportból, hát nem vagyok erős ezen a téren. Hogy hívják az a zsámolyt? És azt a medicillabdát pont így? Úgyhogy ők bírják mind a ketten, plusz nálunk az marha nagy szerencsé, hogy közel vannak egymáshoz, és így el tudják foglalni egymást, mert nálatok még nem tud együtt játszani a két gyerek. Nem. Hát illetve hamar véget ér. Engedd el, fogd, ne csinálj, Noel, ne harap, Beni, anya, tessék, beveri a fejét, pizsát. Szegény Beni már annyira játszana vele, de hát a kicsi viszont kapja a kiképzést. Tehát egy éves, egy hónap már megvédi mindenét, harap, oda megy, elveszi, olyan balhék vannak, hogy úristen, mi lesz egy ilyen. De teniszezni még nem tudnak együtt, még Noel térfelén gyűlik össze mindig a sok labda. Igen, még nagyon sok gólt kap, Úgyhogy, és tanítgatják egymást a gyerekek? Persze. Hát ilyenekre, hogy Soma tanítja Pannát, hogy ezért, jó, és akkor fél lábról ugrasz fel, jó, és megküldöd a labdát, igen, jó, és akkor nézd meg, én pedig így dobálom. Erre nem te azt, hogy a gumicukrot hogy lehet kilopni a szekrény felső izéből, polcáról, amit egyébként nem érhet el egyik gyerek se, olyan magasan van, tehát azt már tudják, hogy a fogkrémet, hogyha elkezded a fürdőszobában nyomni, akkor a gyerekszobán keresztül kiére a nappaliba, az például az új. Hogy melyik tubus tudja azt megcsinálni. Uh-huh. Ugye elkezded nyomni, és akkor szépen folyamatosan nyomod, gyerekszoba, és utána a nappali kijön. Na, jó van. És melyikőjük tudja ezt szebben megcsinálni. Ilyenekre tanítják egymást, mert nekem két nagyon okos gyerek. De a sportfogásokat azokat nézem egymással. Mert ott, hogy amúgy szerintem arra mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy hasonló sportot válaszolnak két gyerek, hogy ne az legyen, hogy az egyik sakkol, másik kickboxozik, mert az egyik megtanítja a másiknak a Schuster-mat. Nem baj. Másik meg az egyik okos lesz, a másik megberegszik. És akkor három lépésben így adsz mattot. Jó, én megmutatom, hogy lehet lerúgni a fél arcodat. Igen, nincs azzal baj. Na mindegy, úgyhogy hát van. Ez a bezártság, ez nagyon nehéz, tényleg. Mert hogy ma már indulnak majd az edzések a héten, remélem, akkor már jobb lesz, mert akkor már elmegy, azért ott lefuttatják, lemozgatják őket, meg szereti is, az jó, de amikor még ez így nincs. Hát vidd ki a pályára, és mondd neki, hogy Beni, csak ketten vagyunk. Azt csinálsz, amit akarsz. Elintéztem. Egyedül vagy, bemelegítés 10 perc, fogocska. 8 kör. Egyedül. És utána kidobóst játszol a kapufával. Igen. Hát igen. Vagy nagyobb kert kellene. Vennetek kellene egy nagyobb percót. Hogy? Hát, hogy el tudja meg foglalni kint a kertbe a gyerek. Most úgy hallottam, hogy eladó Hefner villa például. Igen, benne Hefner bácsi van. Igen, rá kéne repülni még mielőtt a Butcher és Butcher, vagy el Simonni esetleg. De nincs jobb annál, mint egy ilyen 80 éves, kiöregedett, kiégett, kicsit lógóheréjű, öreg csávó köntösben kijön oda. De hát nagy időket vészeltek át azok a... Látott egy-két csodát, valószínű, igen. Tehát látott csodát az öreg, azért többet tudna mesélni, mint az egész kerület együttvéve, tehát valószínűleg ott azért történtek nagy dolgok. De az mi, hogy vedd meg a házam, de én benne maradok, igen, nem? Óriási. Hát most az a pár óriási. Év, az a 10-20, ami az neki hátra van. Hát ezt mondta, hogy nálunk itt voltak közülük egy kis kockaházat a környékünkön árulták, de egész formás volt, ilyen régi, ilyen kis, hogy hívják, szockos, itt a 60-70-es években, nem volt vele semmi gond, csak volt egy néni a pincébe. És vele együtt lehetett megvenni. Tök menő. Ha eladom a házamat, én is úgy fogom eladni, hogy eladom, de benne maradok. A legnagyobb biznisz. Nagyon nagy. Ház eladó, csak itt élek benne tovább. Hát sőt, így van. Átutalja a lóvét, ott maradok benne. Nagy viszontlátás, hogy viszontlátás. Legközelebb eladom a kocsimat, úgyis eladom a kocsimat, de én használom. Igen. Ennyi. Ha is kell, akkor betelefonál, előzetesen be tud jelentkezni, hogy egy picit ott akar lenni, vagy a kocsit hallani. Szól, átjön, ott az, bármi, azért, hogy én ott vagyok. Ez a legnagyobb csávó, ez a Hefner, komolyan. Anya, megint olyan csúnyán köhög a bácsi a szuterénbe. Ne, félek. Óriási, eladó a villa, de benne maradok. Tudod, ki vagyok én? Így azért könnyű. Tudod, ki voltam én valamikor? De valami 5 milliárd dollár, vagy nem is tudom. 200 millió dollár. 200 millió, 5 milliárd forintnak megfelelő összeg, igen. Tehát valami 200 millió dollár. Tehát valami elképesztő. Elképesztő összeget kér. És a lányok nem lehet, hogy inkább ők maradnák? Hefner bácsi. Hát szerintem a lányok átszucolnak most már, átülnek egy másik lóra, ahogy mondani szokták. Lassan át kell. De nincsenek már ilyen nagy playboyok. Tehát, hogy jó, mit tudom én, vannak ezek, ahogy hívják, ezek a örmi származású póker milliómosok, milliárdosok, vagy nem tudom, mik ilyen új gazdagok, meg tudom én, ilyen arcok, de ilyenek, mint a Hefner, már nem nagyon vannak. Tehát, hogy már ilyen őskőlet, aki intelligens is, elegáns. Hát meg ő találta ki ezt az egészet. Is, tehát, hogy valahogy... Mint az erotikus műfaj, meg az erotikus lapot, ugye, az ezzel a playboyjal, ezzel ezt ő hozta létre. 60-as, 70-es években, nem is tudom, hát baromi régen. Most már ennek a lapnak egyébként nincs nagyon létjogosultsága. Hát külföldön. Én nagyon szeretem a neten, hogy... Egyrészt a neten, kettő, hogy hát ez most már azért tényleg ingerküszöb alatt van. Én inkább, ha elolvasom, én szeretem, hogy minden hónapban küldik, tök jó cikkek vannak, autók, órák, tök jó, egy csomó minden.
de maga az, hogy látok három alulöltözött, szép, de nagyon dekoratív, de magából alig valamit mutató nőt, ez szerintem már csak ilyen 12 éves kamaszoknak. Kell sehol igazán. Egy máj, sehol egy vese. Hát, ugye, szóval, hogy hát szóval más az inger küszöd, na, szóval, hogy tehát nem akarom mondani, de máshol tartunk már. Nyilván ez direkt erről szól, tehát maga az erotika, a luxus, az életvitel. Egy csomó jó cikk van benne egyébként, nagyon kedvelem, mert tök jó írások vannak, de meg tök jó emberek írnak a magyar Playboyba is. Ez nagyon színvonalas ebből a szempontból. Nagyon színvonalas, igen. Csak a csajok, azok már valahogy kevesek. Tehát megnézed, most ott fekszik nekem egy kádba, szamártejbe, érted, és ott keresztbetett combbal, és akkor itt elérem, hogy a kolumbiai, nem tudom, milyen szamártej. Erika Ventonok fekszik, és közvetlen belefejik a kádba. Hát, de én nem tudom. Ráborulott egy ilyen csípkés kis szoknyában, egy ilyen étkező asztalra, egy kis magas sarkuban. Tehát jó, de semmi. Semmi. Jó, ne spirázni tudod. Ja, jó. Gondoltam egy kicsit a vérbőséget azért nálatok is. Beindítom, hogy azért hát ezek alapján igen, elindul a dolog. Na, azt mondja, hogy... Na, de mit csinálunk a pénzzel? Mert innen indultunk. Azt mondja, hogy várunk ötleteket a hallgatóktól. Hát küldjetek nekünk ötleteket. Meg kéne számolni, hogy mennyi? Jó. 20 ezer, 30 ezer, 50 ezer, 1000, tehát most 1000 forintot ne költessünk el velük fejben. Nézzük meg, hogy körülbelül mennyi pénzről van szó. Mit csinálnátok? Mit csinálnátok? 860 forint? Nem, azért minket nem loptak meg, azért ebben több van. Tehát csak én tettem bele sokat, ti is, tehát ebben azért mindenki pakolt. Ha itt nem volt lejmulás, nem lékelték meg a malacot valahol, akkor azért abban van pár 10 ezer forint. Hát küldjék el, hogy mit csinálj. Azon ki, hogy ad nekem. Tehát ezt erre ne költsetek pénzt. Az ad nekem felkiáltással az SMS-ekre nem nagyon költsetek. Mire lehet? Hát jótékonykodni? El lehet, de most ezt kinek adod oda? Hát ebből egy komolyabb szervezet nem nagyon tud mit csinálni. Nem? Szóval nincs ötletem. De hát ha küldenek valami szellemeset a hallgatók, hogy mit csináljunk vele. De ne gyűjtsük tovább. Jó. Tehát valami de legyen tényleg. Nincs dobálás. Elszabadul a pokol itt ezután a stúdióban? Itt bárki bármit megtehet? Itt késések, itt jaj, gyerekek, itt rossz sztorik, hát, tömkelege lesz. Hello, álljunk már meg. Akkor jövök, de zabosszáljak 20 perccel később, amikor akarok. Hát mi lesz itt, kérem szépen? Na, kitaláljuk majd, küldjetek SMS-eket, jó? Azt mondja, hogy nézzük gyorsan, mit írnak nekünk korán kelő hallgatóink. Valaki már 0 óra 17-kor elküldött egy közlekedési hír, de hát ezt nem olvasnám be, mert nem biztos, hogy van aktualitása. Mendes Üsáj között karambol miatt az út lezárva, ez 5 órakor jött. Aztán mérnek a rendőrök az M1-esen, a 87-es kavisnál, a felüljáron Győr felé, érdemes lassítani, ez már 17:30. Nagy, nem balesetet láttam, hanem egy ismeretlen tettes a 61-es úton valaki kidobott egy fehér színű kutyust zsákba. Te jó Isten! Most is hát mit látok itt a Borsnak a címlapján, hogy valaki meg baseball ütővel bántott egy kutyát. Milyen emberek vannak? Hát ezt elhiszed? De komolyan mondom, hát mi ez a frusztráció? Ez az idegbetegség, ez az állatság, nem egy ilyen 3 hát valaki meg akarod mutatni, hogy te milyen erős vagy, és nyilván nem egy hasonlóan erős ember, vagy nálad erősebben, hanem egy védtelen kölyök. Már el sem olvasok ilyen cikkeket, nem tudok ilyeneket elolvasni. Azt mondja, hogy lehetek a böllér a disznóvágásotokon, kérdezi Miki. Hát, drága Miki, meg vagyunk szerintem. Meg vagyunk, nem? Meg vagyunk. Klasszikus böllérünk lesz ez, ahogy hívják rá. Aki először combban szúrja magát? Nem, a melegítőre kezes lábasra ráhúzom a véres, hogy hívják, hogy fehér köpenyemet. Hát igen, valószínűleg megvan a böllér. Könnyéki feltúrva a meleg Maci Fősőnek az ujja, és alatt egy 50-es alkar, tudod, ízével szeletlek, írom a felirattal az egyiken, a másikon pedig vér és még. Ez lesz az első, hogy csekkoljuk, hogy van -e Irma nevű felesége. Igen, biztos, hogy van. Általában van nekik, igen. Megyünk újra Gánc koncertre, Vadorzó kérdezi, jó reggel, skacok. Hát ha lesz, akkor megyünk, ha... addig fel nem oszlanak, amíg ide jönnek. Ugye? Tehát valahol Németországban már nagyon összevesznek, Bécs Büszkeváránál már Axel ki se jön, és mire ide érnek már éppen? Nagyon kezdődik megint előre az egész történet. Az őrület, picit úgy tűnik, mintha így Axel nem változott volna az utóbbi semmi. 15 évben gyakorlatilag semmi. De jó, de tegnap még azt mondtad, hogy összeállunk. Jó, de már ma van. Igen. Bali, mit szólsz a magyarországi Netflix indulásához? Tomi kérdezi. Hát ez egy nagy örömhír. Ez mi? Hát. Fú, de messze tudnám ezt elkezdeni. Akkor hagyjuk. Akkor ne indítsd Netflix. Egy saját tartalmakat gyártó internetes sorozat szolgáltató, műsor szolgáltató. Már nem érdekel a sorozat. Tehát egy tévé.
Igen, egy tévé, és ugye nem kell letölteni, nem real-time-ba elindított tulajdonképpen. Ugye streameli neked a sorozatot, rengeteg saját gyártású sorozatunk van, a Kevin Spacey-vel, a House of Cards, stb. Streameli. És rengeteg országban vannak ott, és terjeszkednek, és megérkeznek Magyarországra is, előbb-utóbb már a sorozatokon feliratok is lesznek, és több száz, több ezer film, tartalom, sorozat közül tudsz választani. Nagyjából, ugye? Hát röviden ez a lényeg. De streameli. Streameli, igen, tehát nem az vagy, te fogod, letöltöd, kiírod, vincsire, bedugod, hanem ráböksz, és azonnal tudod nézni. Ez erről szól tulajdonképpen. Aha. És nagyon sok minden van fönt. De streameli. És havi előfizetéseddel hozzájutsz rengeteg mindenhez. Filmhez, igen, aha, sorozathoz, baromi jó sorozatokhoz, dokumentumfilmekhez, tehát rengeteg tartalomhoz, aha, tulajdonképpen. A hagymás vért mi úgy csináljuk otthon. Az országos kék túra kapcsán el szeretném mondani. Szóval ez. A stream az, hogy nem töltöd le, hanem ráböksz, és real-time-ba tudod nézni. Tehát nincs ez a leszedem, már lejön, kevés a netem, nem jött le, nem tudom nézni, hanem azonnal el tudod. Lemaradtam az elejéről, lemaradtam a végéről. Igen, azonnal nézem. Rohadt reklám. Reklám lesz rajta? Nem. Ha van előfizetés, akkor ne legyen reklám. Elő, de lehet, hogy reklám lefizet elő. Előfizetői díjakból terjeszkednek, és baromi jók, és már nagyon sok országban vannak. Azt mondja, hogy nincs Playboy, nézzétek meg Dan Blizzard-en Instagramját, csapontja keményen. Egy fél mondat erejéig, igen. Én egy ideig követtem őt, csak aztán meguntam, és levettem a követésről. Követtem, szórakoztató volt, csak aztán mindenképpen ugyanolyan volt, és akkor levettem. De ő, igen, ő egy szórakoztató pali, ő egy amerikai pokerjátékos, és fegyverek, csajok, kocsik, jachtok, magárepülők, dollármilliók az asztalon, és mindig négy mesztelen nő hátul. Tehát hogy nagyjából meg lehet azt tudni, és a tizedik kép után már rohadtul unod, mert tudod, hogy vagy fegyverrel lő a nevadai sivatagban, vagy két mesztelen mell között alszik a magángépén, mikor repül az a Pegasusból. Nem olyan a fantáziája egyébként, meg kb. Ugyanazokat a köröket futja. És követed egy hétig, és megunod, mert mindig ugyanaz. Nem? Igen. És csajok, van sunát, egy csöcsök, fegyverek, kocsik. A világ másik végén, aki szintén hasonló hívásra, és vele versenyeznek, és akkor az egyik felrak egy kalasnyikovat, akkor a következő felrak majd egy ilyen tábori löveget, akkor harmadik egy Abrams harckocsit, a negyedik egy szkádrakétát, és így versenyezgetnek egymást, hogy ki a nagyobb csávó. Igen, egyébként tényleg követtem egy ideig, de nagyjából tényleg egy hét után megunod. Na, gyorsan megmutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap. Egy Népszínház utcai jelenetet mutattunk meg, ami már terjed az interneten, és tegnap szerintem sokan hallották, sokaknak tetszett. Megmutattuk, hogy mi történik egy ártatlan járókelővel, ha lekési a villamos. Hát mi imádjuk ezt a videót, nagyon szeretjük, ezt valaki január első napjában feltette az internetre, hogy egy hát erősen ittas ember lekési a villamost, és ez okozott nála egyfajta dühkitörést. És ezt valaki felvette. Aztán megtudtuk a videó előzményét, hogy ugye ez már sokat szóra történik, 4 órán keresztül nem tudott felszállni. Minden nem mehet elsőre. A 4. vagy 5. villamost engedte már el, és az utolsónál egy kicsit szakadt a gát. Igen, az egész éves feszültség kitört belőle. Igen, nagyon szerettük ezt a videót, úgyhogy megmutatjuk, jó? Ezzel foglalkoztunk tegnap, ez is egy témánk volt, sok volt. És hát aztán Ákos elmondja a híreket, ti pedig jelentkezzetek játékra. Úgyhogy ezzel jövünk nem sokára. Kilenc perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hogy állunk a játékkal? Mi történt tegnap? Hát János menetelt, elkezdte az évet, belökte. Csodálatos. Belöktél az évet, meg is nyerted, ugye? Igen. Igen. A végén vagyunk. Igen. A végén az utolsó pár másodpercben mondta ki a tiltott szót. A hallgató beugrott. Így. Bírta, és aztán utána elfáradt. Nem bírta a nyomást. Nem bírta a nyomást. Nem. Ez nyomás alá helyezted, és ezt elvérzett. De ő nagyon kulturáltan, nagyon szimpatikusan viselte a vereséget, nem úgy, mint ez az úriember, akit most látunk pont a tévében, aki így baltával szétvert az egész lakást. Tehát, hogy nem fura, tehát, hogy mindenki másképp éri meg a feszültséget. Hát lehet, hogy azért egy nyomósabb okolt erre, nem? Azért egy fekete-fehér, nem tudom, lehet, hogy a játéknak. Nem tudhatod, hogy a tegnapi játékosunk mit csinált a vereség után. Lehet, hogy a baltás. Az meg a másik, hogy... Kikaptam olyan itt. Na igen. Na megnézzük akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra.
Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, én Ági vagyok Győrből. Ági, hello Ági, Ági Győrből. Szia. Mindent el is mondtál. Mivel foglalkozol, Ági? Pékségbe dolgozom. Pékségbe, hát akkor te már bent vagy bőven. Hát igen, 3:30-kor keltem, úgyhogy. Azt a mindenit neki. És miért felelsz a pékségbe, mit csinálsz? Hát szintén megmondom, sütök és eladok is, úgyhogy mindenért. Kis pékség. Pogácsa, sajtos rúd, amit el tudtok képzelni, édes, sós. Ez egy kicsi pékség egyébként? Tehát ilyen kis családi vállalkozás? Hát igen, igen, igen. A sajátod? Nem, nem, alkalmazott vagyok. Alkalmazott vagy. És a 3:30-kor kelsz, sütsz, kiszolgálsz, meddig dolgozol? Hát én 4 óráig vagyok így 9-ig, és akkor utána jön a főnök asszonyom, az vált le, és ő van zárásig. Ja, hogy 4-től vagy 9-ig. Aha, tehát fizikai munka, majd eladás, 9-kor végzel? Hát körülbelül akkor még átadjuk egymásnak a kasszát, ilyesmi, megbeszéljük a napi dolgokat, és akkor utána én megyek a dolgomra. Akkor hánykor kezd? 3:30? 3:30. 3:30. 4-re vagy bent, 4-től 9-ig dolgozol. Igen. Akkor, hát ez kemény, de jó, hogy azért korábban tudsz végezni. Azt hittem, hogy délig egyik bent kell lenned, mert úgy... Nem, délután is van egy munkám, és akkor ott vagyok 1 órát, 5 óráig. Ja, és délután még hazamész, egy kicsit alszol, pihensz, főzöl? Nem alszok, főzöm. Főzöl. Vannak gyerekek? Igen, 2. Mekkora? Az egyik az 20 éves volt, a másik meg 6. Még van dolog. Kivártatok. Igen, bizonytalanok voltatok, hogy jöjjön a második. Igen. És mit csinálsz délután? Irodaháza dolgozom. Irodaháza dolgozol. És hogy bírod ezt? Úgyhogy nem is alszol, főzöl, 4:30-kor fölkelsz, hát azért az nagyon kemény. Fizikai munka utána, irodai munka. Őszintén megmondom, a korán kell is nem lehet megszokni, de ez van. Sajnos elfogadni lehet azt. Ez a világ ezt hozta, hogy sajnos egy munkahelyből nem lehet eltartani a családot. Én is mindig ezt mondom, hogy a korán kell is olyan, mint kiszeltünk, de nem lehet hozzászokni. Tényleg, én mindig ezt a hasonlatot mondom. Tényleg így van. Minden találkozás, hogy újabb trauma, hogy mind gyerekek, nem lehet hozzászokni, basszus. Na, hát jól van. Játszunk akkor egyet, jó? Ági. Jó. Most kisüt, mi van a pogácsákkal? Mi van a kis kalácskákkal? Hát most lesütöttem, őszintén megmondom, most ez a két ilyen nagy reggeli kör az most lement. Most egy-két sofőrbe jött ide az ablakhoz, szurkol nekem, remélem nyerni is fog. Kivel játszanál, Ági? Hát a Ferivel. De én imádlak, ez az. Jól van, indítjuk az órát. Jó, Ági, legyél ügyes. És hát majd aztán a végén beszélünk újra. Mehetünk? Mehetünk. János? 3, 2, 1, fire. Ági, akkor te 8-kor alszol már, ugye? Este. Általában. Sajnos... Köszönöm a T-rádió. Ki volt az? Egy sofőr. Sofőr? Igen. Ki is mondta, jó van. Ja, igen. Ki mondta? Igen. Sofőr, igen. Kösz, srácok, hogy jöttetek. Mondd meg nekik, hogy megköszönöm a Kálmánnak egy... Kálmán! Hogy lehetsz ilyen gyilkos? Szeg. Aha. Szegény Ági. Közben, igen. Szegény Ági. Hát ez van. Igen, beszólt, és aztán vagy bekiabált, és ezt téged megzavart egy kicsit. Talált egy kis részt, Kálmán. Meg kellett volna zárnom, hogy rögtön jövök táblát, ki kellett volna tennem, és akkor talán nem zavart volna. Azt kellett volna egyébként, igen, igen. Picit bezársz, lejátszod, kinyitsz, és mehet tovább. Ági, legközelebb, jó? Majd legközelebb próbálkozott, jó? Jól van, csokoltatjuk Kálmán, mondd meg neki, hogy ez jól. Jó, Kálmán megölte a bulit. Ja. Bejött, bekiabált, meghalt a buli. Köszi a játékot. Nektek is további szép napot. Ciao. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Szia, Kálmán. Még egyszer köszi. Sűsávnál a 31-es úton már lassan az út is eltűnt az átfolyás miatt, emiatt teljes út zár van. Aztán 60 és Algotárján között Lőrincinél baleset miatt útlezárás van, ez a 21-es főútvonalon. Illetve a 24-es főútvonalon lehet kerülni Lőrincin keresztül. És az M3-as autópálya 169-170-es kilométer szelvények között Budapest felé a külső sávban terelő vonal közelében hatalmas kátyú. Vigyázzon mindenki. 3 perc, a pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim!
Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak, meleg van. Vagy hát legalábbis melegebb, mint ami januárban szokott lenni, vagy volt az első 1-2 hétben. Plusz 5-6 fok, és hát, mit mondjak, eső nincs, ugye? Sok helyen nem esik az eső, és egy kicsit enyhébb az időjárás, mint amit ilyenkor megszokhattunk. És napközben is 7-8 fok lesz, még azt mondják, hogy egy kicsit a nap is kisüt majd. Nem kell talán annyira fölöltözni, mint ahogy eddig. Reméljük, hogy pénteken lesz a legjobb idő, bár akkor már megint csapadékot mondanak, ami nem annyira jó hír nekünk, mert szabadtéri programunk lesz, ugye egy disznóvágásra megyünk, illetve Tímer nekem rendeznek majd egy tehénelletést. Egy tofu szüretelést. Igen, egy rizslocsolást. Minden lesz neked. Így van. Egy nagyon korai kukorica címerezés. Jó, de nézi, nézheted. Hát mi se leszünk ott, mikor megölik szegény állatot. Utána már nem eszel belőle, de megnézi, megnézheted. Lesz ott biztos egy kit töltött gombafej, meg nem trapista sajt rám. Hát remélem, hogy gondolnak rám. Bizonyos tekinted. De vigyetek magammal. Hát, most tudsz, hogy csomagolja két napra. Egy majonézes kukoricát otthon összedobok érted. Azt a veletek együtt mulatok majd. Előveszel egy kis zöldséget, biovirslit, mert nincs hús, és már meg is vagy. Na igen, de legalább havat mondanak, tehát az jónak tűnik egy ilyen kis szakadó hóesésbe, egy disznóvágás szép nagy hóban, vidéken, az nagyon hangulatos tud lenni, hát csak eső ne legyen, az szörnyű. De ha hó lesz, az... Már holnapra azért... ilyen 15 centis havat mond, hogy holnaptól igen? Várható, hogy elkezd esni. Nem, hát ahogy a Feri tegnap vázolta, hogy van ez a fogópálinka, meg ilyen pálinka, olyan pálinka, nem mindegyikre emlékszem, már mindegyiknek más a titulusa, de mindegyik szónak a vége az volt, hogy pálinka. Ugye annak örülnek a legjobban, hogy a pénteken nem lenne köd. Vagy nekem már a szúrásnál, tudod. De jó, egy kis kell azért nem iszik. Hallod, beszél. Péntekre, igen, péntekre havazást mondanak, és egy fokot. Azt mutatja a széttört telefonom. Már megint? Vagy ez még ugyanaz? Sírtam, megijedt, megörültem, hogy micsoda napsütés, és aztán rájöttem, hogy sármelyseket nézem. Tehát az egy picit más. Mondom, milyen jó idő lesz, a kutya fáját, szombaton szikrázott napsütés, aztán a 28-on, az nem stimmel. De az milyen jó ilyenkor oda elmenni. Uh-huh. Én x évvel ezelőtt voltam, ilyen nagyon télből mentem, nagyon nyárba, és az olyan jó. Hát ahogy olvasom a híreket, mostanában nem annyira. Hát jó, ott nem. Már ott sem. Már ott sem. Hát kérdés, hogy hova jó menni, ugye? Tehát most hol vagy biztonságban? De nekem a béka, ezt majd mondtam neki, hogy ne vegyünk semmilyen karácsonyi ajándékot senkinek. Igen. Magunknak sem. Irány Lapföld. Legyen az, hogy legalább... Akkálaki akkával, persze. Akkával megnézzük a Mikulást, vagy valamit, és azt mondta, hogy ő nem megy sehova. De mondom, miért nem? Na most akkor van csak velem, vagy máshol? Máhogy, igen, hogy belőlem van eleged, vagy úgy az egészben. És azt mondta, hogy ő fél. De hát most mondom, elmegyünk. Hát, de hát akkor menjen az egész, hát ne csak a fél, nem? Hát most... Ja. Hát nem. Hát nem. Szerintem én ezt most elengedem, hát most jó? Fél, hagyjuk, hát ki akar félbe elmenni nyaralni? Hát szóval, hogy fél, aha. Mitől? Hogy valami baj lesz? Igen, hogy baj lesz. És mondtam, hogy itthon nem lehet baj. Tehát, hogy most azt mondjuk, hogy menjünk el négyesben, nem tudom hova, vagy... Mivel van igaza? Hagyjál már, Viki! Ne. Megjött a vízhang. Igaza van. Csak a feje bejön az ajtón. Igaza van. De most mitől félsz? Hát mitől? Attól nyilván, hogy most bárhol, bármikor történhet valami. Reptéren. Itt is történhet. Hát itt most egyébként itthon van a legkevesebb esélye szerintem. Sárvár. Tehát itthon... Sárvár felé is. Nem. Országon belül most egyébként talán az egyik legbiztonságosabb hely. Hát nem vagyunk. Hál' Isten, kopogjuk le egyelőre azért így a listán. Legalábbis nem elől valószínű. Tehát vannak nálunk frekventáltabb országok, ahol mondjuk ezek megtörténhetnek. Lásd Franciaország, Egyiptom, nem tudom. Értem, mitől fél, hogy repülőtér, pályaudvar, aha, bárhol bármi történhet. De adod a félelmet? Tehát, hogy óvatosnak kell lenni, és nem szabad utazni? Hát, a fene se tudja, mert ha megfélsz, és otthon maradsz, ez meg kicsit olyan, mintha ők győznének, igen, nem? Na. Tehát azért menni kell, hát most... Miskolc-Tapolca. Például. Nagyon szép hely, hogy van a Miskolc-Tapolcán túli világ, és akkor arra akartuk vigyíteni egyet, mert Tapolcán már voltunk, tudod? És azt mondtam, hogy akkor srácokkal együtt négyesben mondjuk csak egy hosszú hétvége valahol, hogy miért nem menjünk-e Disneylandbe, vagy menjünk, nem tudom, tök mindegy, menjünk-e valahova, érted? Egy ilyen 4 napra, és akkor erre azt mondta, hogy nem
megyünk sehol, itthon maradunk, és irány Miskolc Tapolca, és mondtam, hogy ott már voltunk. Se már rossz, az se rossz. Csak a jó öreg Jolly Joker, ne féljünk, féljünk. Nem tudom, én értem azokat, akik nem mennek, nekem most nagyon sok ismerősöm, hogy nem mentek el, nem utaztak el, nem volt kedvük, most valahogy egy kicsit jobb itthon. De hát akkor meg nem megyünk sehova. Soha többet. Ez nem fog megszűnni, tehát ez fél év múlva is, bárhol, bármikor lecsaphatnak, egy év múlva is, tehát nekem lesz vége. Mostantól kezdve erre a világra kell berendezkedni, vagy erre kell felkészülni. De ez nem fog egyszer csak véget érni. Nem csak autós túrák vannak ezen túl? Hát nem. Én bátran elmentem Tarba, hasznosra. Hát jó, de ez azért egy más... Jó, tök jó. Más origó mezőn mozogsz azért, nem? Ám, figyelj, nem tudom. Ez egy jó kérdés. Menjetek. Jó az. Hát én mennék, na de akkor egyedül. Zsarold meg. Hát most az van akkor, hogy te akartad béka, azt mész egyedül. Hát most nem jön. Érted? Ez nagyon magas lap, de Feri, hát ezt le kell csapni. Van, aki jön, érted? Mennyi? Muszáj lecsapni. Na. Nézzük a közlekedési híreket. M1-esen a hídról mérik a Pest felé haladókat a 139-es kilométernél. Aztán jeleznétek, hogy ha nincs köd, akkor ne használják a ködlámpát sem elől, sem hátul, hát ha rátok hallgatnak, és a villantok nekik, azt hiszik, hogy ismerkedem. Ne használjátok a ködlámpát bent a városban. Jó? Kapcsoljátok le. Egyébként tényleg én is utálom. Megszűnt az utcára 31-esen, valamint a 10-es úton Pilis-Jászfalu és Pilis-Csévi körforgó között a kanyarban lerobbant egy autó, figyelni kell a tovább gyalogló családra a sötétben. R32 írta nekünk. M7-e 143-as kilométer Pest felé baleset, Budafoki úton befelé szintén baleset, és a Bajza utcánál a Deák tér felé az Andrássy úton lámpa előtt csoda kamera. Jött már ilyen fotótok, hogy nincs bás? Igen, nincs bás, hogy a biztonsági plusz gyors, nem is várom. Félek, hogy most az elmúlt héten kapartam egyet, majd meglátjuk. Belecsusszantál valamit? Igen, mert véda volt kint, az biztos, de hogy mit mért, hogy most sebességet mért, vagy övet, de mérik már az övet? Nézik az övet? Én nem tudom, én azon sem csodálkozik, ha kiderülni, az egész egy nagy blöff, és nem mérnek semmit. Egyébként sem mertek 30 darab dobozt, amit kiállítottak, és mindenki nagyon szabályosan megy, és betartja a sebességhatárokat, és retteg. Én csodálkozom rajta, hogy ezt a Jolly Joker még nem dobták be. Akkor nyilvánosságot kapott a véda, hogy már mindenki retteg, mi már úgy megyünk fel a nagy körösön, és úgy nehogy baj legyen. Jaj, azon mik ott fönt. Igen, tehát az is kiderül, hogy vettek 30 dobozt, mit tudom, darabonként 1000 forintért, brutálisan nagy kamerákkal felszerelve, ami műanyag, és semmit nem tud. Így van, mikor üti a kormányt a feleség, miért mennek, megy bennel? A véda. Én attól rettegek egyébként, hogy nekem rossz helyre küldik a gyorshajtást. Tehát nekem ilyen nincs, hogy évek óta semmi. Nem jött semmi. Tehát ez nem lehet. Nem megyek kifejezetten gyorsan, sőt, mióta gyerek van, nagyon figyelek. De azért bebecsúszik az embernek egy 30-as, egy 45-ös. Néha, amikor úgy kicsit rohansz valahol, és pont lefotoznak. És évek óta semmi. És rettegek, hogy valamit elnéztek. Nincs és valahol az utcába. Megjelennek hajnalban, tudod, a fekete maszkos csávok, és elmondják, hogy 4 millió tartozásért köszönjek el a családomtól. Azonnal elvisznek, és előállítanak valamilyen rendőrőrsön. Nem lehet, hogy vissza kéne tenni a rendszámot a kocsira? Lehet, vagy le kéne venni a leokoplasztam, mivel elől-hátul az egyik szám le van takarva. Igen, az mondjuk lehet, hogy segítene. De nem, régebben nem volt több ebből? De több volt. Ugye? Én is többet kaptam. Nyilván komolyodtunk. Öregszünk, lassulunk, vagy mi van? Komolyodtunk, öregszünk, gyerekek hátul, de mondjuk én sokat megyek egyedül is, és akkor is komolyodok. Akkor vigyázok magamra, nem? Igen, azt írja vele, Feri, vagy csak a súlyt nem érjék. Addig nincs baj. Addig mindenki rá nem állítanak egy mérlegre. Tényleg hisztál, hogy nem dohányzol? Igen, 5 kilót, 5-öt. Úgy. Ajjajjaj, elindult. És úgy, hogy heti 5-ször vagy 6-szor sportolok. Minden nap kell csinálnom valamit, mert egyébként már szerintem... De mi ugrabugrász? Igen, aha, ja, ugye, persze, leföl. Nem, a négy, hopp. Nem, a panának a szalagját dobálja fölfel. Próbálj meg elkapni egy lábot. Hétfő, hullahopperika. A négy ütemű fekvőtámad. Szerda, felülések. Sama, hol tettél a buzogányokat? Akarok egy kicsit eresgézni. És egy 5-ös felcsúszott? Egy 5-ös kell. Erre számítani lehet. Erre számítani lehet. Tehát ez még egész jó. Ha figyelj, ez 4 hónap alatt 5 kiló, úgyhogy nem dohányzol, az 8 hónap alatt 10. Ugye? Az majd tapasztalat. 20 kiló, hallod? Mi lesz itt 4-5? Úgyhogy visszafogom most magam. Én láttam, nem tudom, te észrevetted, de nyilván 10 óra után már kikapcsolsz egy picit, és másra kezdesz koncentrálni, de a felé velünk szembe az aztán másik oldalán műzlit evett. Tegnap.
zabot. Jézus Isten. Én most már tényleg sokszor mondom, de egyre komolyabb gondolom, nem akarok egy olyan én világban élni, ahol nem dohányzol, műzlit eszel és 90 km tekersz. Én a régi Ferit akarom visszakapni. Tényleg komolyan mondom. Műzlit eszel? Beteg vagy? Megkóstoltam tegnap. Mit? Nem jó. A zabot? Sima zabot? Vagy nem, valami műzlit? Tettem bele egy kis ezt azt. Kolbász. Kolbász szalonnát. És szalonna törzelt. Egy csécsi szalonnát. Egy húsleves kockát, meg egy fél szál gyulait. Egy húsleves kockát nem használunk, de a többi azt adom. És felöntöttem egy kis forró kacsakézet. Vágtam hozzá háromszög lecsük kis disznósajtot. Miért a izébe is az van, gyerekek? A macskafogóba is szalonnával kére a joghurtot a lustadék, ugye? Hát na. De így már jó, így fogyasztható. Turbozom. Muszáj, mert 150 kiló lesz. Lesz még egy kör belőle, vagy elég volt ez az egy? Ki van? Ez az egy alkalom. Ki van, kipál egy élet. Figyelj, ki kell próbálni mindent. Két dolgot, kivéve, hogy szoktad mondani. Kivéve a vérfertőzés és a népi táncot, ahogy szoktad mondani. Ezt kihagyjuk. Azért inkább nem. Megnéztük, tudjuk, hogy én sem szeretem a népi táncot. De egyébként a népi táncot pont szeretem. Igen. Na mindegy, ne hízzál akkor többen. Igyekszem. Visszafogni. Most mennyi vagy 130? Hát azért annyi nem. 120. 120. 120. Lassan annyi vagy, mint én meg a Jani együtt. Hát, hát pont kétszer akkora, mint én. Igen, mint a Jani. Janinál kétszer. Nem én. Nem kemény, nagy. Nem, hát, nem, nem, ha még kemény lett. Igen, ha ez izom lenne. Igen, ha ez izom lenne, akkor adom. De jó, most de ilyeneknél nincsenek, hogy ez a nagy, fantasztikus ilyen, tudod, átalakítom a zsírt, ebben az évben izom már. Már egy vannak ezek a nagy fogadkozások. Tudod? Nincs. Azt szeretném, igen, és akkor zsírt átalakítom izommal. Ja, nem fog gyúrni járni, ígérem. De jó, hagyjál már, te már mindent megígértél, aztán kocogsz, futsz, biciklizel, föltekersz, leszoksz a dohányzásról, érted? Tekerés is megvan, azt abszolút. Már, nem te, már így nem tekerek újjal. Lassan meg a leszel, érted? Azzal nem. De van futás, az van, azt nyomom, azzal kapcsolatosan vannak terveim, az oké, de egyébként más nem, tehát gyurma nem lesz. Gyurma nem gyurma lesz. Fiatal vagy a bajod? Nem, hogy megpróbálom megcsinálni, érted, hogy végre futok, mert ez még csak kocogás. Na, én nem nagyon járok templomba, szerintem ti se, ugye? Nem nagyon járunk templomba, nem vagyunk templomba járók. Egy fekete mise becsúsztam, halmi dűlöm. Nem vagyunk templomba járók, de biztos ti is hallottatok arról a papról, aki a múlt héten bukkant föl, csak ugye a múlt héten mi nem tudtunk vele foglalkozni, mert hogy szabadságon voltunk. Ő az, aki egy magyar papról van szó, és egészen átformálta egyébként az Isten tiszteletet, a misét, mert hogy... Hát volt olyan bátor, hogy belevette a Star Wars-t magába a misébe, és ő a Star Wars-szal, a fénykarddal, az erő ébredésével akartam. Hát nem azt mondom, hogy tanítani a tanítványait, vagy szórni az igét, de egyfajta újítást bevezetni a miség területén. Igen, elmondani ugyanazt, csak máshogy. Elmondani ugyanazt, csak máshogy. Egy tényleg egy magyar papról van szó, aki azt mondta, hogy ő hisz a Star Wars őrületben, és szeretné valahogy új formában átadni az igét az Isten tiszteletre járóknak. És állítólag baromi népszerű, nagyon-nagyon sokan szeretik, ez egy sima átlagos katolikus Isten tisztelet, amit ugye úgy kezdett, mármint a prédikációt, hogy megihletett engem az erő ébredése. Szenzáció, elolvastam ezt a cikket, hát egész egyszerűen szenzációsnak tűnik. Tudod, aki hozzászokott már a standardekhez. Igen. Utána egyébként idézett a Csillagok háborúja a filmekből, és belefűzte azt, hogy megnézte az új Star Wars-t, majd egy kellő pillanatban elkezdett lézerkardozni. Igen. És néhány gondolat elejéig kitért még a Star Trek-re, illetve a Babylon Fire-ra. Igen. A minisztránsok hozták a füstölőt, a pap elővett egy ilyen prezentációs használható ilyen kis lézer pöttyöt, amivel ugye megvilágított a táblát éppen ott, ahol tartasz, vagy amiről beszélsz, és hát a tömjénen keresztül megmutatta a lézersugarat, hogy lehet ezzel lézer kardozni. És ami hát ilyen fontos, istentiszteletre el kell menni, nem? Zseniális. Hogy még gyerekek, arra is vigyázott az emberünk, mert ebből az átlag ilyen lézervetítő az a piros színű, és a piros a gonosz színe volt. A érted? Ugye az hiteké volt, és ő miért szerzett zöld színű? Zöldet neki szerzett. Zöld lézerkardja volt. Ez igen, nagyon szép. Stílus helyes. Igen. Na most azért azon elgondolkoztam, hogy mi van olyankor, amikor te nem érted, mert mondjuk nem láttad, hát itt vannak nyilván idősebb Isten tiszteletre járók is, hogy ők ezt így hogy vehették vajon? Mit szólhattak, amikor hirtelen Gábor pap elkezdett kardozni? Vagy elkezdett az erőébredéséről beszélni? Ez is a gonosz, mint az előző is, az is.
Megszállta az ördög, mondták a 70 pluszos hallgatók. Tehát van, aki elment erről az istentiszteletről, vagy mindenki szállítatva nézte? Állítólag egy ember állt fel, aki ott hagyta azt az istentiszteletet, a többiek viszont nagyon imádták a lézer bemutatót. Igen, mert a csillagkapus van. Felállt és kikerre magát. Maga a csillagok háborúja nagyon illik. Hát ott megvan minden, ami megvan mondjuk a Bibliában is, nem? Tehát megvan a jó, megvan a rossz, megvan a természet feletti, megvan az erő, a jó győzedelmeskedése, a rossz felett. Hát mi minden, ami erről szól. Hát Lukács is nagyon sokat merített. Tulajdonképpen sok mindenből, többek között ugye a Bibliából is. Tehát a kettő kapcsolódik azért, vagy lehet találni találkozási pontokat? Egyértelműen. És az hogy tényleg ilyen formabontó módon próbáljanak átadni ugyanezeket a dolgokat, amiket előtte több száz éven keresztül már, ugye, valljuk be őszintén egy picit azért unalmas módon tettek az elődei. Én annak idején áldoztam, bérmáltam, első áldozó voltam, stb. Én elég sokat jártam templomba. És megmondom őszintén, hogy azért volt egy pár olyan alkalom, kb. 30-40 mise, amiben úgy belaludtam a felénél. Igen, mert hogy megszokod ezeket a sztereotípek, megszokod a sztenderdeket, mindig ugyanazt mondja hát szinte, mindig ugyanúgy, és tudod, az egész meg kezdei... Nagyon variálni, nehéz is azért. Igen, de lehet azért izgalmasabban. Persze, unalmas. És nem vágtál senkinek a kezét? Meg nem volt sem, nem. Te nem mondd ilyen, hogy az első minisztráns fiúnak megjelent. Paráználkodtam! És azt mondta az atya a fiúnak, én vagyok az apám. Na, itt van velünk Gábor pap a vonalban. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánunk. Na, mik a visszajelzések a misével kapcsolatban, vagy a miséről? Hát mondjuk meglepően pozitív hatása lett. Nem volt olyan, vagy én nem találkoztam olyan időssel sem, aki nagyon meg lett volna botránkozva. Lehet, hogy van olyan, de szerintem gondolom, én most nem hallgatja úgyse ezt az adást. De ettől függetlenül, tehát nem a botránkoztatásra ment ki az egész, meg nem az extrára, hanem pusztán csak a modernkori eszközöket vezettem be, hogy szemléltessem azt az evangéliumi szakaszt, amiről szó volt, hogy a láthatatlan láthatóvá válik, hogy a láthatatlan Isten látható emberként jelent meg köztünk, és hogy mi emberek képesek vagyunk az Isten fényességéből valamit tükrözni. Tehát milyen, mondjuk úgy, törőközeg vagyunk, akik képesek vagyunk visszatükrözni azt a fényt, amivel megvilágít bennünket az Isten. Volt egy ilyen mondat, hogy az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. És én ezt szemléltettem. Úgyhogy a tömén részecskék, ugye, azok az emberek, a lézersugár az a Istennek a fényessége, és hogyan törjük meg. Csak hát sikerült úgy látszik megtalálni a megfelelő hordozóanyagot az üzenet átvitelére. De ezt kipróbáltad otthon? Tehát eljátszottad ezt, hogy néz az majd ki az, hogy kicsit belegyezed a tömjénnel, megvilágítod egy zöld kis lézeres kivetítővel, és az valóban fénykar, de vagy ott ezt improvizáltad? Nem, hát én ugye érettségiztem, tanultam fizikát, és ott ezt mi végre is hajtottuk ezt a kísérletet. Szerintem egyébként bejönnének a fizika órák is, hogyha hasonló módszereket alkalmaznának, szóval így gimibe is azt is élvezetessé lehet tenni. A papi körökből kaptál visszajelzést? Felszólító levelet? Azonnal hagyja. Miféle istenkáromlás történt ezen a misér? Azonnal hagyd abba és térj. Oda csörgött Erdő Péter, és az egy Gábor, majd gyere már be hozzám. Egy kicsit elbeszélgetése. Volt bármilyen visszajelzés? Nem, tehát nem nagyon érkezte. Aki látta, az gratulált. De egyébként elmarasztalást nem kaptam, de hát miért is kaptam volna, amikor igazából én semmi más nem mondtam, mint az evangélium, csak megfelelő szemléltető eszközt használtam. Tehát, mi abszolút veled vagyunk, abszolút, tök jó. Abszolút, nagyon szeretjük. Én például megtanítatnám a kántorral a főcím zenéjét a Star Wars-nak orgonán. A fő témát, igen. Arra jönnél be. Persze, akkor már trombita meg üzdob is kéne, tehát ez nem elég az orgonán. Meg lehetne nyitni más irányokba is. Be lehetne hozni a gyűrűk urát, és Sauron szeme mindent lát. Ott van az élet minden terület, hogy megkísértsen minket, de... Igen. De egyébként... Persze, de...
Egyébként ezek a modernkori mítoszok, ezek azért olyan népszerűek, mert valahol az alapüzenet az bele van írva a szívünkbe. Tehát, hogyha léteznek ezek a mostani mítoszok, kipattantak valakinek a fejéből, és sok ember elmegy megnézni, az szerintem azért van, mert itt valami interferencia van. Tehát, hogy az ember szívében bele van írva ez az üzenet, hogy létezik a jó, létezik az abszolút jóság, és hogy a jó legyőzhetetlen, tehát, hogy a sötétség nem győzte le a világosságot. Nem csak azért, mert szeretik 3D-ben nézni az űrcsatákat? Én 3D-ben nem néztem meg, de... De láttad egyébként? Megnézted? Megnézted? Láttam, persze. Tetszett? Igen, nekem tetszett. Mondjuk én a Jedi visszatért láttam először gyerekkoromban, 84-ben a csillagmoziba, ahol apukám elvitt, hogy ugye anyu tudjon otthon tanulni, akkor már hárman voltunk gyerekek, és nekem az volt az új részben, az volt a nagy szám, ugye nem a mondani való, mert az gyakorlatilag ugyanaz, mint a csillagok háborúja, tehát az ugyanaz. Egy az egyben ugyanazt csinálták meg, igen. Igen, viszont az, hogy azok a szereplők, akik fiatalok voltak, amikor gyerek voltam, és most megint megnéztem, és valamilyen nosztalgikus hangulat lett rajtam, urát, szóval nekem ez nagyon tetszett. Ó, hát figyelj, na, nálam persze, a filmmozi besírt, mikor megjelent a Han Solo, tapsoltak, mikor megjelent Leia, a Luke-nál igen. Mindenki bekönnyezett, pedig Luke csak egyet nézett, tehát sok dolga nem volt a szöveg összeolvasáson, ugye, de hát ahogy ő azt ott meg pillantotta a végén, zseniális volt. Ki a kedvenc karaktered? Hát igazából... Vagy ki volt gyerekkorodban? Gyerekkoromban a Luke volt. Luke? Hát igen, jó. Igen. Hát nyilván, hát azért volt az őrlézer is. Már meglepődtünk volna, bedobsz egy Boba Fettet. Na, nem, igen, igen, igen. Lesz folytatás egyébként? Hát én mindig igyekszem szemléltetni, tehát mikor mit sikerül találni, de hogyha találok valami szemléletes párhuzamot, azt bele szoktam vinni a misébe. Ugye a mise rendjét nem változtattam meg nem is alapítottam meg a Jedi egyházat, mert láttam, hogy van ilyen, nézegettem a bejegyzéseket, hogy miért Star Wars mise címet kapta ez az egész. És nyilván, mert figyelemfelkeltő, de semmiképp nem azért, mert hogy én ehhez a... Tehát ezt szeretnék elhatárolni, azért nem vagyok olyan, tehát hogy ilyen Star Wars-os Jedi lovag meg ilyenek, hanem én egy katolikus pap vagyok, csak szeretek szemléltetni, és mindenkit szeretettel várok természetesen. Hát a fiatalok is jobban beülnek misére, így, nem? Egészen biztos, hogy jobban eljut hozzá az üzenet. Persze, persze. Érthetőbb. Egyébként ez egy ifi mise volt, tehát ez főleg fiataloknak szólt, azért is használtam ezt a hasonlatot. Van többféle korosztálynak is, tehát hogy mondjuk nem a mise szerkezetét változtatjuk ilyenkor, hanem inkább a mondani valót úgy fogalmazzuk meg. Tehát van a reggeli 9-es, az gyerekmise, akkor is viszek mindig valami szemléltető anyagot, csak akkor még ez a lézeres nem jutott eszembe, meg különben is ez 12 év fölött van. Persze, világos karikásság. Megvan a korhatárnál a 6 pluszos, 12-es, 16-os, 18-es. Ez nagyon, nagyon sehéz. A pluszosoknak miből idézel? Hajmási Péter és Pál apostolok elmentek a Korintus. Nem, hát azért nagyjából ők is szokták venni azt, amit a fiataloknak mondok. És nem is mondtad az elő, hogy nem is ment ki senki, tehát nem állt föl senki, hogy ez Isten káromlás, keresztet vetett és hát kiment. Hát kiment, azt olvastam én is a cikkben, hogy kiment, meg én láttam is, hogy kiment az illető, de hát mi Jézus is, amikor beszélt, akkor egy csomóan ott hagyták. Hát vagy Star Trek rajongó volt, nem lehet tudni. Hát vagy birodalom szimpatizál. Ja. Igen, a birodalmiakkal szimpatizál, igen. Nem, esetleg félreértette, lehet, hogy azt hitte, hogy én ilyen Jedi egyház felé mozdulok el, de nem. Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes történet. Ezt már a múlt héten olvastuk, csak nem voltunk adásban, aztán nem tudtunk ezzel foglalkozni. Szimpatikus kezdeményezés. Úgyhogy reméljük, még sok hasonló lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Szívesen. Csak így tovább, így van. Napot. Az erő legyen. Ja, illetve köszönjük szépen. Hello, ciao. Hello, sziasztok. Köszönjük szépen. Gábor atyám, ezt kell mondani? Gábor atya. Köszönjük imádom, szépen. Imádom, gyerekek. Ez helyes. Nagyon jó. Így kell csinálni. Modernizálni kell, nem? Így átadod az üzenetet, ugyanazt, amit évezredeken keresztül. Anya Szent Egyház. Átadod. De! Picit lehet változtatni, hogy tudjanak vele azonosan. Lézerkard. És most kis padavánok, nyissátok ki a Zsoltárok könyvét. Tényleg szimpi. 8:30 múlt pontosan 5 perccel. Ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk Ákos híre után.
FM-en. 3:48 egészen pontosan. Hello. Mindenkinek jó reggelt. Itt vagyunk. És egy jó zene. Ilyen zenék kellenek reggel. Több is jó. Igen, másik rád. Vagy nem, itt is. De egy jó Robbie Williams. Sokan szeretik, sokan ismerik. És jó is. Nagyon jó. De mert az fontos. Az fontos, hogy uh-huh. Egyfajta generációs élmény legyen, hogy legyen egyfajta aha élmény a zenében. Nem? És ebben van, hogy ó, de jó, ezt kedvelem. Felhangosítom, vezetek, tornázom, jogázom. Jobban. Hát erre jogázni ezt meg nem érzem. Igen. Jó. Pilates. Csak egy kis négy-öt ászlanát erre a zenére. Így van. Nem? Most egy gyors lapüdvözlet. Így van. Ez a tempó. Jobban. Még az autó is jobban gurul, hogy vigyük az óvodába, iskolába a gyereket. Tehát jó zene volt. Tényleg. Moson, Szent Miklósnál a 139-es kilométernél mérnek az M1-es autópályán Budapest felé. Soroksárin befelé a volt Bamax előtt rendőrök vannak. A buszsáv használatát ellenőrzik mindenki. Vigyázzon, puszi Marci. Hősök tere felől jövőket mérik az Andrássy úton, de ma küldte nekünk. Aztán a Csömöri út befelé a szokásosnál is lassabb. Okát sajnos nem tudom, még állok a sorban. Üdv István. Nézem, hogy mi van. Még 22. kerület, Háros utca, trafi, a lefelé menőket mérik, vigyázzon mindenki. Valamint a Galántai úton, Győrben a három lábú már kihelyezve, illetve pontosabban Oktáviába rejtve, Szlovákia felé, ezt Zola küldte nekünk. Tiszaszalkán a gyár előtt drága fotók készülnek szintén, mosolyogjon mindenki, Stallone küldte nekünk, és az M1-es 140-es kilométerénél van egy trafi, ezt pedig Rita küldte. Nagyon jó. És van még egy dal egyébként, a Robbie Williams is nagyon jó volt, de van egy, ami hozzánk egy picit közelebb áll, ez pedig a Polgár Peti és Hongori Kul Huna dal című tétele. Hmm. Tegnap ígértük, hogy leadjuk, azt elfelejtettük. Szerintem azért ma már nyomjuk már le. Jó. 8 után. Egy 8 után. Egy indítós. Egy indítós Polgár Peti. Egyöntetően imádják az emberek, csak idézem a legutóbbi három hozzászólást. Kedvenc dalom, jók vagytok, fiúk, folytassátok. Ez mi az a szar? Igen. Jó, nem tetszett. Hajrá, Peti. Zseni ez a csávó. Imádom. Tehát, hogy ezek vannak fönt a videóban. Jó lett volna egy picit eurovíziózni ezzel a dallal. Tényleg? Miért jó lett volna, ha a zsűrinek egy picit több humorérzéke van, vagy tudják valójában mi is az a showbiznisz igazából. És nem akarják ezt a dolgot túl komolykodni. Jó lett volna elindulni ezzel a dallal. Nem baj. Legalább a magyar Eurovízió válogatáson. Igen. Egy vidám dal kellett volna már. Kellett volna egy igazán vidám dal. Honnan tudod, hogy nincs most a 30-ban? Lehet, hogy 25 belőle. Gyuhaj, ilyen jó. Gyuhaja. Kevés az esélyem. Mit szóltok Messi aranylabdájához? Hát, anyadik ez ötödik. Ötödik aranylabda gyerek. Jó, biztos, hogy egy UFO. Egészen biztos, hogy nem evilági. Nem közülünk való. Nem? Három elképesztő. Soha senki nem nyerte el. Ő már ötször. Tök jó. Hihetetlen. Nem mondták azt az idei ilyen szavazásnál, amikor ezt megszereztek, hogy gyerekek, van már négy, hagyjuk ezt a fiút, van még azért tehetség. Hát, és utána meg azt mondta valaki, hogy oké, hogy van tehetség, de ilyen nincs. Ott az ötödik. Óriási. Elképesztő. Cristiano Ronaldo és Neymar előtt végzett, ugye. Ilyenkor, hogy ők nem tudják, hogy ki kapja, el kell menni, ugye, és végig mosolyogni akkor is, ha nem kapod. Tehát nem súgják meg előre, hogy te gyere el mindenképpen, mert te nyered. Szólnak szerinted előre? Cristiano Ronaldo, amikor kiderült, hogy nem ő fogja, valahogy nem ért oda időbe. Igen, tehát leadják a drótot, hogy Ronaldo nagyon várunk, Neymar örülünk, ha ott vagy, de Messinek jelezzük, hogy te mindenképpen legyél ott, ha érted, de mire érted, gondolunk. Igen, és ne a kockás öltönyébe gyere, mint a múlt évben. Mint az elmúlt négy évben. Hajtottad a kockás, hajtottad ezt a szörnyű kockás öltönyt. Igen, ez egének szörnyű az ízlése egyébként. Tényleg. Hát azért ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Neymar és Cristiano Ronaldo is egy zseni, tehát ötötször megnyerni, az hihetetlen. Figyelj, mi azért nem vagyok akkor a labdarúgó fanok, de akik egyébként tényleg azok egyöntetően azt mondják, hogy örülnek, én nagyon sokszor olvastam ilyet, hogy örülök neki, hogy most élek és látom ezt az embert játszani. Mert ugye nekünk is voltak korszakos játékosaink, igazi zsenék, mint Töröcsik például, vagy hát ugye sokat emlegetett aranycsapat, de hát mi őket már azért, mi Töröcsiket még csak-csak láttuk játszani. De hát hogy... egy-egy ilyen fekete-fehér felvételen néha, de hát ne, a mi generációnknak már azért ez kevesebbet mondanak. Így van. Ezek a nevek. Ja, igen. És ne, hogy megverjék, még persze ott volt Albert is, meg a Nyilasi is. És... megírják, most azt mondják, hogy ez neked. Igen. Hát ez egy nagyon nagy dolog. Na, van hallgatónk? Van hallgatónk, aki játszik velünk, úgyhogy megyünk is tovább. Valaki kitalálhatja, hogy mit mond Dóra. Visszafelé beszélünk. Ülész hevére faszít. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. De vásítjellán, mime? Aki válaszol. Fót sírk. Fót sírk. Kristóf.
Kristóf, hello, jó reggelt! Megdolgoztattál minket. Meg kellett feszülni ezen most, igen. Hello, Kristóf, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről mit csinálsz itt? Üzletkötő vagyok egy mérnökirodánál. Üzletkötő egy mérnökirodánál? Hú, de komolyan hangzik ez. Milyen üzleteket kell kötnöd? Automatizálás és irányítás technika, ipari szinten. Most mentünk még mélyebbre, most már ilyen margyabb nálunk, 10-11 kilométer mélyen vagyunk. Innen már csak fölfelé vezet az út. Mit jelent ez pontosan? Például gyártósorokat, konvejorokat telepítünk, és mi végezzük a programozási munkájukat. Azt a betyárját, azt a betyárját. És akkor te elmész, megkötöd az üzletet, hogy vegyék meg tőletek a gyártósort, és be is telepíted? Én mérem fel az igényt, és hogyha megállapodtunk, hogy nekik ez kell, és mi ezt meg tudjuk csinálni, akkor kész az üzlet. De ez klasszikus ügynöki meló, tehát odamész és bekopogtasz valahova. Szerintem ezt lehet jobban csinálni, automatikus? Körülbelül így. Kipattintod a aktatáskodat, mutatok, felhajtod, és elmagyarázod, hogy hogy lehet ezt jobban csinálni. Jól hangzik, szereted? Igen, nagyon szeretem. Fix béres ez, vagy jutalékod van? Jutalékos is, de fix bérem is. Tehát van egy fix, és akkor ha sok üzletet hozol, akkor azt szereti a főnök, és ebből a jutalékot. Az egy jó rendszer. Meg hát te is nyilván persze, tehát motiválva is vagy, de azért van egy alapvizu is. Az jó, korrekt. És mindig ezt szeretél volna lenni? Már kiskorodban is jött. Érdekesen toppantottál az óvodába, és szétnyomtál egy-két homoktort. És akkor is automatizálással akarok foglalkozni. Hát akkor meg a klasszikus mozdonyvezető 10-ben. Jó, hát persze. Az is persze. Na, Kristóf, hát válasszál akkor, jó? Mondom, hogy mi van, város, híres ember, szólásmondás és tárgy. Ugye az állatot tegnap kilőtt a játékosunk, a bohóc hal volt tegnap, nem sikerült kitalálni, pedig nem volt nehéz. Nem. Hát ennél csak szinte nehezebbek vannak. Laktóhob. Igen. Legyen a tárgy. Tárgy. Na jó. Oké, okay, indítjuk akkor az órát. Jó, fél percet van. Kettőször mutatjuk, utána szépen elkezdjük kipakolni az ajándékcsomagot. Mehetünk? Igen. Na, figyelj. Ózófogod. Hogy? Még egyszer. Ózófogod. Ollóhógod. Hógud. Good? Hógud. Az a vége. Hógud. Good. De jó vagy. Így van. Hát ennyi volt. Dugóhúzó, persze. Jó van. Megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Köszönöm. Szuper. Ózóhógud, ugye ezt mondta, és hát ezt visszafordítod, a végét kell csak gyorsan átkonvertálni, és akkor megvan, hogy dugóhúzó. Elhangzott sokszor idén szilveszterkor is. Visszafele biztos, hogy sokszor mondták, igen. Jól van, ügyes vagy, küldjük neked tényleg még egyszer egy taps. Megérdemelsz, Kristóf. Van egy szép kis ajándékcsomagod, jó? Nagyon szuper, köszönöm szépen. Nem sokára meg is kapod. Köszi. Köszönöm. Ciao. Hello. Azt írja egy hallgató, hogy pöttyös volt, messzi zakója, nem kockás. Lehet egyébként. Tényleg mindesetre nagyon ronda volt ez a lényeg. Aha, tehát, hogy azt valaki elhitette vele, hogy az trendi, az szép, az drága, az menő. Volt biztos. Biztos, hogy baromi drága volt, de annyira ronda volt. Tehát ilyet nagyjából itthon mondjuk, mit tudom én, Fási Ádámon vagy Pataki Attilán tudok elképzelni. És tényleg, körülbelül. Az a brand, az a style volt nagyjából. Köszönjük az SMS-t. NS-nél mérik a Győr felé haladókat a felüljáróról, ezt Geri küldte nekünk az M85-ösön, valamint trafi van a 21-es úton, Mátra, Verebély és Tar között zöld navarából mérnek, úgyhogy mindenki vigyázzon. Ott is jó, 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk Polgár Peti és a Hungary Cool, azok lettünk volna mi, ugye Hunadal című általunk nagyon kedvelt nagyon jó kis dala után, és hát nem csak általunk, mert közel 500 ezeren látták már a YouTube-on, úgy, hogy egyébként nincs is videóklipje ennek a dalnak, tehát még többen megnézhetnék, csak magát a dalt hallgatták meg ennyiszer.
ugye a YouTube-on, hát még csináltunk volna hozzá egy klipet, akkor nem ez a számé. Nem akartuk a látvánnyal elmondani. És nem ezzel akarjuk eladni, amikor itt van a tartalom. Így van, amikor nincs mondani való, érted, képpel elfedjük az a klip. Nagyon, nagyon szerettük volna ezt színpadra állítani, igazi magyar hungarikumokat felvonultatni, és 3 percben megmutatni, hogy ez az ország, ez az egyébként nagyon tehetséges, kicsit néha irigy, kicsit néha frusztrált, kicsit néha szomorú ország. Egyébként mennyi tehetséges elmével volt, van megáldva, és hogy mi azért jó vendéglátók vagyunk, szerethető ország vagyunk, és ezt megmutattuk volna 3 percben, de nem fogjuk. Nem fogjuk. Ez oda van, gyerekek, megpróbáltuk, nem sikerült. Küzdöttem egy ilyen szundágos változatért, rengeteg nővel, medencével, hogy hívják, a kis köddel, vagy füsttel, nem tudom egészen pontosan, hogy a drága autók, amit ugrál az elejük, de hát aztán ezt leszavazták a srác. De jó, jó lett volna tényleg 3 percben az Eurovízió megmutatni, hogy, hogy mire képes a magyar, és felvonultatni ott rengeteg mindent, színpadra állítani, profi módon, de hát nem lettünk benne de a legjobb. De legyen már, tehát legjobb legyen hátrafelé forgó krómozott dísztárcsás, vagy felnis, vagy hívják autós klipünk, jó? Hát ez csak az erre ad arra, mert nekem ez ilyen nagyon magyaros, ez nagyon hungarikus. Tehát ez van. Ott vagyunk. Pulikutyás, csikójelmez, Rubik kocka, a legnagyobb közhelyek. Bejön a visszafele forgó felni. Tehát ide hogy? Nem illik, ide nem illik. Hát akkor kizavartok, de hogy legyen már tényleg egyszerűen karmastagságból, trombitariz nyakláncon, hogy menjek át. Igen, ebben a számban kicsit nehezen megideologizálni, de egyszer csináltunk egy olyat, és én is benne vagyok. Nagyon tetszik az az irány is. Igen. Na, azt mondja, nem hallottam a Hunadal, de óriási, fogjunk össze, valahogy utassuk ki az Eurovízióra, ez a mi kultúránk. Hajrá, Peti! Ez aztán volt a TV2 szilveszteri műsorában. Lehet, hogy Peti előadta, mert hogy volt frisbee, meg volt kassa, tehát lehet, hogy ez a dal ott valóban elhangzott, sőt, hát a hallgatóira biztos. Mi büszkék vagyunk rá, és örülünk. Így van, végre valami szórakoztató dolog a TV2. Most miért mondod? Ja, mondjuk a tulajdonosi procedúra már önmagában nagyon szórakoztató, de hát a TV2 régóta mondja, hogy szenvedélyük a szórakoztatást. Először azt az adásvétel nem volt még a földön sem. Azt gondolom, hogy ott azért nagyon sok szórakoztató dolog történik mostában, és csak meg az adásvételt. Önmagában egyszerre 6 tulajdonosa van a TV2-nek. Meg azért azért ritkán történik. Tessék? Egy kiváló műsor. Egyébként sokat beszéltünk róla, az egy nagyon klassz, vicces műsor volt, így van. Reggel óta ez megy a fejemben, most még leadjátok. Hát kellett ez ír egy hallgató smiley jelen? Hát, hogyne? Igen, jó kérdés, igen. Bizony, szükség volt erre. M5 a Szeged felé a Dabasi irányítónál Trafi vigyázzunk, Csé írta nekünk, aztán M5 és Újhartyáni kiárónál mérik a Szeged felé haladókat, Zsolt küldte. 21-es úton Lőrincnél baleset, aki teheti, kerülje. M5 Szeged felé, ezt mondtam, a kiárónál van Trafi, valamint Mátra, Verebély és Tar között szintén mérnek zöld Navarából, mindenki vigyázzon. NS-nél mérik a Győr felé haladókat az M85-ösön, és Budapest felé Moson-Szent Miklósnál a 139-es kilométernél is mérnek. Viszont úgy néz ki, hogy Budapesten minden oké, sokkal kevesebb a pesti közlekedési hírünk, ilyenkor már van jócskán, de most csak egy-kettő csordogál. A Csömrői út befelé a szokásosnál is lassabb, egyelőre még mindig nem tudom az okát, ezt István küldte nekünk. Köszönjük szépen. Úgy látszik, hogy mindig január van. Hova tűnnek az emberek januárban? Mondjátok meg nekem, mert ez számomra egy nagy rejtély. Tehát, és nagy a buli ott? Hogy... Oké, nagyon sokan elutaznak. Nyáron érzed azt, hogy tényleg kiürül a főváros. Ugye elmennek nyaralni, kevesebben dolgoznak, jól lehet haladni reggel, délután, este, nem viszed iskolába a gyereket, tehát nincs ez a káosz. De január első 2-3 hetében azért nem megy el a fél ország, rengeteg helyen iskola van, óvoda van, de mégis valahogy... És azért örül ki az ország, mert ebben az országban nem lehet... Mint a nyaralás, nyáron nyaralás, nekem arról ugrott be, hogy te most kezdted sorolni, hogy a nyarat értjük, hogy miért vannak kevesebb. Az úgy érthető. Megy mindenki síelni, jó megy, érted? Síelés, hús! És elmész, és elviszed a gyereket, igen. Iskola van. Mennek hát... Művenpikre, vagy hova? Valami nagy hely. Ugye, valahogy az emberek nagy többsége tényleg kiüti ezt a január első 1-2 hetét, hát szenzációsan lehet haladni a fővárosban. Érezhetően, hát január első hetében mi sem dolgoztunk, hát úgy mentél, úgy intézted a dolgaidat, hogy sehol nem volt semmi. Vagy elfogyott a benzinpénz, ugye? Karácsonykor kiköltetkeztek, és mindenki BKV-zik a városban. Hát a másik variáció az, hogy vagy áll a BKV egy pénztárak előtt, vagy pedig a kormány ablakokban. Hát, hogy ez is lehet. Az is lehet. Fél héten, hétvégén próbáltam bérletet venni, nem sikerült. Egyszerűen meguntam a sorbaállást. Aztán most hétfőn intéztem el korán reggel. De hogy hétvégén nem lehetett kapni. Nem, úgy azért nem lehetett kapni, mert annyian voltak. Hihetetlen. Applikációt kéne csináljanak.
Sokan, sokan vannak. Pesten dugó van egyébként, valaki ezt írja Szegedről. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Nagyon jól szép. Értesült. Igen. Nagyon nagy kérdésem van felétek. Legyetek kedvesek segíteni. Mindenben segítünk, amiben következő tudunk. Következő 2016-ra. Nem! Ja, miért kötetném? Pont azt akarom. Én ezt már én régóta mondom nektek, mikor itt a gyerekkérdés. Szóba kerül, hogy én négyig nagyon jó vagyok, csak a békát kéne meggyőzni, és arra gondoltam, hogy ére pénzügyi alapokra terelni na. A szerelmük újabb gyümölcsét. Mire gondolsz? Hogy fizessen érte végre? Hogy végre, igen, minden egyes szexért pénzt akarok, nem, hogy csókot akarok. Gyere ide. Én most kaptam be egy mentoszt. Várjál, kicsit hosszadalmas lesz, mert elég szív van rajtam, de... De le tudod venni, mi? Csempe vagyok, nem fogsz érezni semmit. Ott tartunk, hogy van két gyönyörű gyerekünk, igen? És hogy lehet, hogy még én akarnék egy kettőt, a béka még nem tudja, de egyet lehet, hogy még, és akkor mi jogosult leszek arra, hogy csókot igényeljek, na, és illetve jogosult leszek arra, hogy csókot igényeljek, ja. Teszem föl a kérdést. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye? Ez egy nagyon jó kérdés. Ahogy látom, ez napról napra változik, tehát még akik adják, se tudják, hogy te jogosult leszel a jelen pillanatban, vagy legalábbis most nagyon nagy csókörület van. Hát mindenki, figyelj, erről minden... beszél az ország, akinek már van két gyereke, mondjuk azt simán azt mondja, és akkor itt rögtön hát, is az első. Azért vannak kivételek, tehát nálunk is kettő van, de azért jó, van nem házat. Megyek úgy, nem kezdem elütni az asztalt, hogy csókot. Nincs. És akkor jönnek azok a kérdések, hogy nekünk ugye nincs saját tulajdonú ingatlanunk. Hát akkor ez egy tízessel bejje, vagy plusz kapsz három. Ti is a gyerekre igazítottuk minden. Így van. Ti is féltek a naptól. Megadjál rá, szegény kis nyugdíjas, érted? Hogy azt mondod, hogy akkor ezt már az egyet már bevállalod azért a 10 millióért, ha nem akartad volna, én mondom még egyszer, hogy akartam egyébként is, de hogy azt mondod, hogy azért a tízesét csak megérni, nem, hát még egyet. Ahol de nem áll, hogy lóvért szaporodjunk, hát ez mi ez, egy kisfiam? Milyen szépen fogom. A lóvért szaporodja az avanc. Hát ez hát a lóvért, erről szól. Csinálok még egy gyereket, és kapok ugye 10 plusz 10-et, én nem vagyok ott annyira csókban. Kapsz 10 milliót, amit nem kell visszaadni, és kapsz másik 10-et 25 évre 3%-os, kb. 3%-os kamatra. De azt vissza kell fizetni. Azt vissza kell fizetni. Viszont van egy csomó olyan dolog benne, ami azért ezt meg tudja egy kicsit törni a lendületet, mert például akkor is kaphatod ezt, ha neked még egyetlen egy gyereked nincs. Csak bevállalod, hogy három. Azt mondod, hogy vállalok három. Jézus Isten, hát arról én mindenkit lebeszélem. És most figyelj, ha... Úgy vállalsz hármat, hogy még azt se tudod, milyen egy. Igen. Hát azért egyen legalább essünk túl, és csináljuk végig az első egy évet, azért ott átformálódik sok mindenki, mikor brutó 163 hete nem aludtál semmit. Szóval úgy veszel föl, úgy kapsz 10 milliót. Egyébként baromi sok pénz. Én megértem, hogy sokan ezen gondolkoznak. Akinek van kettő, és ezen elgondolkodik még azt is, de azért az nagyon durva, hogy egy sincs, és azt mondod, hogy 10 plusz 10-ért, te azonnal hármat beválasz. Mi van, ha kifutsz az időből? Mi van, ha nem jön össze? Mi van, ha a kettő után egyszerűen a szervezeted úgy dönt, hogy nem tudod fizikailag bevállalni? Mondom, akkor van egy büntető kamat, meg nem hát tudom, akkor, miket hallok. Akkor nagyon-nagyon sokszorosát fizeted vissza na. A 10 milliónak. Akkor az nem lehet egy adott esetben egy adósságcsapda? Dehogy nem. Dehogy óriási adósságcsapda lehet. Tehát a fölvett a vissza nem térítendő tizet. Most csak beszéljünk arról, igen. Ne a másik tízről, amit ugye kapsz hitelben kapsz, igen. És 3%-os kamatra. Megkapod a 10 millió forintot, és azt mondod, hogy ezt te betoltad egy jó lakásba, van valami ízi, négyzetméter szám, akármi, és nem jön össze a harmadik gyerek, akkor, ha kettő már van, akkor részarányosan abból a 10 millióból azt hiszem 2,7 millió forint marad, viszont a többit vissza kell kamatos túl. Sőt, valami büntető ajaj. Kamatot is emlegetnek, ezt, tehát azt hallom, hogy ha te nem sikerül, akkor ugye kijön a számla, akár egy ilyen 40-50 milliós millió összegről. Lehet, ez hosszú 10 éve. Kérdezem, mi van, ha például elvált? Tehát mi van akkor, ha most minden szép, nincs gyerek, és azt mondod, 10 millió jöjjön. Sok pénz. Megértem, ha valaki dönt, tényleg baromi sok pénz, főleg úgy, hogy nem kell visszaadni, hát azért ez egy isteni lehetőség. De mondjuk két gyerek után azt mondod, hogy vége, tönkrement a házasságod, de egy gyerek után nem bírod, nem akarsz többet, elváltok. Vagy akkor mi van, vállalod azt, hogy... Pákó. Igen, vagy mi lesz, ha a másik gyerek kapucsinó, és nézel a feleségedre a szülőszobán, hogy ajjajjajj. Volt egy nagyapád, aki... Igen, nem akarsz valamit elmondani? Tehát mondjuk két gyerek után ti elváltok. Ugye együtt kell maradni, az is fontos, én azt olvastam, illetve nem jó, ha elváltok. Ott is kell élnetek.
Ott, jó, de anyu mondjuk ott marad, te elmész, hogy te maradsz ott a két gyerekkel, anyu elmegy, és mondjuk egy új feleséget hozol magadnak, akivel egy harmadik gyereket is vállaltok. Az a három, az ugyanaz a három, mintha egy alomból származó három lenne. Tehát gyorsan leteszel itt egyet, darab, ott darab, egyet, ott egyet, elrakod a 10 milliót, elmész Vegasba, fölrakod a pirosra, aha, és van három gyereket három különböző asszony. Hát azért ez jobban van ennél kitalálva szerintem, de mondom, én olyan büntető kamatokat olvasok, azért, tehát ez jól meg kell gondolni, nem azt mondom, hogy rossz, meg hát kevés részletet tudok, ahogy látom naponta vált. Azik, tehát itt még azért sokan nem tudnak sok mindent, de itt azért a másik oldalt is meg kell vizsgálni, hogy óvatosan ugorj ebbe bele, nehogy aztán valami történjen a házasságoddal, ne jöjjön össze, megérkezik egy csekk azért 40 millió forintról, fölkaptál 10 plusz 10-et, és hirtelen ott én vagy tudom, 40. Hogy nem lehet mindig így gondolkodni, meg ez egy ilyen negatív szemlélet egyesek szerint. De óvatosan de kell. Én azért először a kockázatokat kérdezném meg, mint ahogy ugye pár évvel ezelőtt, ahogy beugrottak sajnos nagyon-nagyon sokan a svájci frankos hitelekbe, ott sem kérdezték meg a kockázatokat, sokan sajnos. Na de most szerelem. Vagy három de várj, az egésznek az üzenete, tehát nem én, szaporodom, hanem... vagy gyereket csinálok pénzért. Te. Ne, rosszul lóvéért szaporodsz. Ne. Hát tulajdonképpen most basszus, nagyon egyszerűsítem. Szaporodsz, gyere, ráfordulok, mert adnak 10-et, akkor forduljunk már egymásra, azt csináljunk már egy harmadik. Hát azért ahhoz kellenek észérvek. Akarom-e, fel tudom-e nevelni, van-e rá anyagi lehetőségem, tudom-e bírni fizikailag, lelkileg, mentálisan. Hát azért ezt nem lehet így fölfogni, csináljunk már, ez nem egy kiló szőlő, vagy egy kiló kenyér, hogy csináljunk már egy harmadikat, 10-et adnak, valamire csak elköltjük. Ahol kettő enni kapott a harmadik is enni. Hát azért ez egy komoly vállalás. Egy komoly vállalás. Anyagilag. Nem, nem hallottam jól. Meg is hitelni. Szóval én értem, hogy fogy a magyar, és fontos, hogy szülessenek gyerekek, és én is emellett vagyok, hogy egy értékes nemzet vagyunk, ne fogjunk már el. Na de azért ez a 10 év átfordulok, azt mondja, utalnak 10-et, azért csináljunk már még egyet. Ez nem, baj. Ez nem egy kiló hús, amit rosszul nézel. Tehát nem, mert nem ér erről kell nézni, hogy 10 év fordulsz rá. Nem. Az asszony, de számolt ki, hogy egy gyerek felnevelésem. Jó, most egyébként is ráfordulsz. Na, de akkor miért így nézzük rögtön, hogy mert a 10 év csinálsz gyereket? Miért nem azt nézed, hogy de jó, hogy csináltál 3 gyereket, segítünk neked, mondja az állambácsi, azt mondja, hogy segítünk neked, hogy te emberibb körülmények között tudjál élni de a gyerekeid. Miért csóka nevem, miért nem Pepő? Pecóért pöckölök. Lóvér. Nem, miért nem lóvér pukkantok? Az a lóvér pukkantok. Annak már megint van egy lóvér. Pukkancs lóvér. Na most... Én ezt értem, de számolt ki, hogy egy gyerek felnevelése mennyibe kerül. Ugye? Számolt ki, hogy két gyerek felnevelése mennyibe kerül. Az iskoláztatás, a ruha, a tápszer, a farmer, a cipő, a külön, amit tudom, rengeteg. Na most ugye, tehát többen jön ki valószínűleg a harmadik gyereked, mint amennyit te kapsz. De Isten őrizés, akkor... nem lebeszélni akarok, hát de... csak hogy gondolkozzunk racionálisan. Egyébként ez egy jónak tűnő dolog is lehet, akár. Nem nagyon ismerem a részleteket, hangsúlyozom sokat szóra, tehát ez nem egyfajta protestálás most ellene vagy mellette, csak észérven kell, mint szülő gondolkodom, hogy egy gyerek is többe kerül. De pénzügyileg gondolkozom, nem lehet pénzügyileg gondolkozni. Ebből új házat, új a házat építhetsz, vagy újat vehetsz. Tehát nem vehetsz használtat, ugye? Úgy olvastam. Ugye, hogy új ház, tehát új lakásra vagy házra, házépítésre fordíthatod. És vannak négyzetméter számok is, hogyha lakás, akkor 60, ha ház, akkor mit tudom én, 89. Igen, tehát igen, elég igen, pontosan meg van határozva, hogy te ezt mire tudod elkölteni. 90 négyzetméternél nagyobb házat kell belőle építened, vagy vegyed, és azt hiszem 60-nál nagyobb lakást lehet. Tehát háznál 90, lakásnál 60. A legmeredekebb a 10 év, és még nincs semmi, de beleugrasz. Na ez az. És így állsz majd a harmadik éjszaka után, így ízik borostásan, kialvatlanul, és azt mondta, hogy de jó, még kettőt be kell vállalnom, mert jön a 40 millás, csak leverne a víz. Tudsz vinni igazolást. Nem akarom nagyon pesszimista lenni megint, de hogy most ki mer ebben az országon 10 évre előre tervezni, egzisztenciálisan. Tehát, hogy bármikor, bármi jöhet. Szóval ilyenkor, persze, akkor meg ne csináljunk semmit, és így értem én, de hogy azért 10 év. Hány évesek vagytok? Mert hogy van egyik korhatár? 40. Én már nem. Na most, ugye van egy korhatár, egy felső korhatár. Te már elestél. De jó az egyik fél is. Úgy, elég, ha az egyik 40 alatt van. Tehát, ha most mi bevarjuk a gólt. Jó, de a béka most 120 alatt van. Mindig. De most a béka 38-39. 38. Hát akkor azt most kell bevarni. Hát most, elmegy a csók. Most kell egy feljebb tenni. Kerüljön kovász abba a cipóba gyorsan. Igen, mi kavarjuk, dagasztjuk. Érted, akkor most már ne a bajgasd a szűket. Hát érted, most akkor mi van? Hát ott állsz a kapuba, akkor már csak élnél vele, nem?
Tehát nulla gyerekre bevállalni, ez rizikus, de azt mondják, hogy ha viszel papírt, hogy te alkalmatlan vagy a gyerek nemzésre, akkor megúszod az egészet. A harmadik gyerek, az biztos. A harmadik gyerek felnevelése azonnal megvan oldva. Hányadik gyerek, vagy harmadik? Na nézd, a harmadik, csókos vagy. Csókos gyerek, persze. Te leszel a harmadik gyerek, te leszel a csókos gyerek. Így van. Tehát lesz egy generáció, mert aki úgy nő föl. Na a hányadik, vagy harmadik, Pisti? Te is kulcsos. Nem, én csókos. Pénzért csináltak. Na jó van, téged is pénzért csináltak. Téged szeretek a legjobban, nem? Veled jött a lakás. Hát ilyen már volt régen, ugye? Tehát, hogy volt, hát egy hasonló támogatások, ez már régen. Hát, ha van valaki, aki erre nem mond nemet, vagy aki most dörzsölti a markát, ez nyilván ingatlanos. Tehát, hogy ez csináljátok. Persze. Tehát, szóval én egy fokkal ezt tovább gondolom, igen, hogy tovább kell nézned, hogy most gyorsan 10 millió. Tehát, hogy azért ezt nagyon észérvekre kell helyezni szerintem. Főleg a harmadik gyereket. De nekem két gyerekem van, ott állnak a ruhák. Tehát ruhára nem kell költeni. 18 éves korán. Tápszer is marad még egy kicsit. Tápszer, nem. Magyar anya, magyar csecs, magyar. Ja, így van. Magyar anya nem ad tápszer. Magyar anya szoktat. Na jussunk el még idáig, úristen. Nem, ma maradt még nekünk is utántáplálós tápszerünk. Igen. Érted? Ez van a pelenkák. Erre megy ki a játék. Hát, hogy amit fölhalmoztuk, azt használjuk. Ja, értem. Használjuk. Érted? Aha. Tehát itt vagyunk. Tele van a tároló még lent gyerek tápszer, mondom, azt mondom, hétvégén Füles barátunknál voltunk, ahol született három gyerek. Ők már benne vannak a csokiban, lassan, mindenféle szinten, ikrek vannak, és a Panna... De hát ott minden, hogy megy a gyerek már. Elmegy, felteszek egy kávét, ez már terhes valaki. De a Panna gyönyörűen eljátszott a két ikerrel, és vitte őket pelenkázni. De várja. Ez a harmadik. De hogy ezek a gyerekek megnőnek. Ezek a gyerekek alá később meg kell próbálni valamilyen egzisztenciát tenni, elindítani. A szüleitől. Most nem azt mondom, hogy venni kell egy Bentleyt, meg egy rózsadombi lakást, de el kell kezdened egy picit terelgetni, iskoláztatni, segíteni. Ma már azért baromi fontos, hogy nem azt mondom, hogy tegyél alá minden, mert soha semmi nem fog megdolgozni, de egy picit próbáld meg támogatni, mert egy diplomával, majd ha kiesik egy egyetemről, nem biztos, hogy akár el tud helyezkedni azonnal, sőt, hát amilyen irányba megyünk, ez egyre nehezebb lesz. Ugye, ha csak nem beszél két nyelvet, és próbálkozik meg valahol máshol. Nincs jó asztalos. Hát, baromira nincs jó asztalos is egyébként. Megfelé ne felejtsd, amit az egyik kedves ismerősünknek az édesanyja mondott, hogy amikor egy kicsit olyan aranyosak, mint aztán mind mocskos kis patkányok. Mondta a mama. De hogy mocskos kis patkány igen. De, tehát, hogy legyen azért harmadik, mert vágyunk rá, vagy úgy teljes a család, nálunk vagy szeretjük volt. Magunkat, szeretjük annyira. De ez, tehát legyen azért, mert akkor jön a pénz, tehát maga az ideológia nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz, de közben megértem, hogy sokan ebbe úgy beleugranak, mert valóban tényleg 10 millió forint nagyon-nagyon sok. Csak hogy ennél ez egy érzelem teljesebb, cizelláltabb, mélyebb dolog, ez a gyerekvállalás csupán pénzért, hát ez egy nagyon-nagyon meg kell gondolni. Nagyon meg kell gondolni. Azon még hát, akkor van még egy dolog. Na, ha például... Ja, a keresztnév. Ja, hogy mi legyen majd. Legyen az neve, hogy Rákóczi Adorján Kégli. Igen. És nem válhattok el. De nem válhattok el. Nem történhet semmi. De nem. Pont ezen gondolkodom. Igen. Hogy Mária, hogyha van, ha most békával széttépjük a babaruhát, ugye, külön megyünk, de van nálam, van a két gyerek. Értve nálam nem, de nálam van. Igen. És mondjuk, keresek egy olyan nőt, akinek van már egy gyereke. Ha mi ketten összeköltözünk... Nem kell, hogy házasok legyetek a csókhoz? És gyorsan feleségül veszem. Innen indul, -2 az esküvő. Ugye? Tehát az innen hát el kell indítanod. Milyen, ahogy olyan itt csinálta. Mondjuk meleg vízpogácsa és egy izé, egy vízszeltek. Egy polgármesteri hivatal, az megvan mondjuk brutó hát, pogácsát is hozták. Jó, akkor ezt mondjuk nem mondjuk le. Nincs -2 millió, tehát csókért gyorsan feleségül veszek egy olyan asszonyt, akinek van már egy gyermeke, akkor meg vagyok a három gyerekkel. Na jó, mondjuk hát ez nekem egy picit megvan először. De nem csalódás Feri, hogy most komolyan a két gyereket vinnéd, és nem a Ferrari kávé főzött meg a sous vide álló. Az mindig nálam van. Nem szabad. Tehát nem szabad, hogy itt esetleg a pénztelenség, amit megértek, hogy baj van, vagy az emberi mohóság, vagy az, hogy most csak a 10 millió lebeg a szemem előtt, ne lássak kettő dologgal tovább, mert azért az élet megy tovább, megvan a 10 millió, elköltöm, beleteszem valamibe, de hát szép utána azért... házban fogok lakni én is. Aha, amit egy idő után majd elvisz a bank. De miért esetben? Hát de mert... van, megvan a három gyerek. De na, de akkor, van, akkor nézzük, nem tudod fizetni, nem tudod visszafizetni. Tök jó vonal, amit a Jani most bedobott, akkor nézzük a rendeset. Tehát szerelmesek,
Már van két gyerek, megcsek szerelemből egyébként a harmadikat, meg már lehet, hogy bevart. Tehát egyébként is akarták? Igen, igen, már bevarták tavaly nyáron, most fog születni. De szépen beszélsz, de szépen beszélsz. Érted, belőzik a gólt, megvan. A franc az a Babics Mihály. Érted, megfogant az a gyönyörű gyerek, várjál már, mindig elakadtok a részletekbe. Kovász került a cipóba. Augusztusban beágyazódott az a gyönyörű sejt. Beporoztuk a bibét, bemorzsáztunk a reaktorba. És akkor most tavasszal meg fog majd születni a gyerek, és azt mondjuk, hogy fölvesszük a csókot, megépítjük a házat belőle, ott a három gyerek szerelembe élünk, akkor mit viszel a bank? Akkor miért van bank? Akkor nincs baj. Akkor most mondd hát az akkor nincs baj, de a válások számát, a tönkrement házasságok számát, ha nézzük, akkor meg ez az ország azért nem feltétlenül ebben maradt, hogy még 10 évig együtt asszonkával, meg nulláról három gyerekkel két együtt. Két negatív öreg. 10 év. Én ülök két öregemben. Hát ez olyan, mint önként vonul a börtönbe. Olyan dologért, hogy el se követ. 10 millióért ne add el, ne csináld ezt. 10 évnél. Normális. Keseredett emberek vagyunk. Van egy szakértőnk a vonalban, aki segít nekünk. Hát rengeteg kérdés, nem tudom, hogy ő mindenre tud-e válaszolni. Ráksi Péter a vonalban. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt! Péter. A pénzcentrum.hu elemzője, hello Péter! Hát, ahogy látjuk, olvassuk, mi egyébként viszonylag keveset tudunk róla, főleg azért, mert hogy naponta változnak a kritériumok. Ez egy elég bonyolult dolog, vagy legalábbis annak tűnik. Valóban ennyire az? Alapvetően nem egy egyszerű történet, tehát rengeteg dolognak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki igényelhesse a csokot. Na most fontos ketté választani igazából a kvázi régi csokot, ami a korábbi feltételek mellett megy tovább némi változtatással, és ezt az új programot, ami a 10 plusz 10 milliós, amiről egyébként most ugye minden szól, hogy 20 milliót kaphatunk három gyerekre. Tehát a régi csok feltételei azok nagyjából maradtak a korábbiak, megnőttek azonban a felhasználható összegek, és például eltörlődték az energetikai besoroláshoz kötött összegeket, ezzel gyakorlatilag bővítették a programot. Az új program viszont az, ami igazán meglepő, ez a 10 plusz 10 millió. Na most ugye ez 10 millió vissza nem térítendő támogatásból és 10 millió kedvezményes hitelből áll. A 10 milliós támogatás az alapvetően ugye vissza nem térítendő támogatás, azonban ha vállal gyereket, vagy hát ha vállalunk előre gyereket, ugye három gyereket, és nem teljesítjük, akkor mégiscsak vissza kell fizetni ezt a támogatást, erre érdemes odafigyelni. Na most ugye ehhez 10 milliós hitelt is lehet felvenni 3%-os kamatra. A 3%-ot egyébként az állam nyújtja, tehát alapvetően egy piaci hitelhez hasonló konstrukcióról beszélhetünk, viszont az állam támogatásával fixen 3% lehet a kamat 25 éven keresztül. Egyébként nem kötelező 25 éves futamidőt választani, lehet ennél rövidebbet is, ugye általában 15-20 év az, amire a lakáshiteleket felveszik. A támogatásoknál érdemes azt még megjegyezni, hogy a használt lakásokra felvehető támogatás is eléggé kibővült, tehát most már akár 2,75 millió, azaz majdnem 3 millió forintot is felvehetünk használt lakásra. Négy gyerek esetén azt gondolom, hogy ez egy szintén egy jó megoldás lehet, hiszen ha megnézzük, akkor a használt lakások és az új lakások között azért elég nagy különbség van árban. Persze attól is függ, hogy hol szeretnénk beszerezni ezt az új lakást. Vidéken, főleg kisebb falvakban azért jóval olcsóbban juthatunk házhoz, lakáshoz. Az igaz, bocsánat, hogy nem lehet eladni utána ezeket? Tehát, hogy én megvettem, és utána bizonyos ideig én ezt nem adhatom el? Igen, 10 évig van elidegenítési és terhelési tilalom a házon vagy lakáson. Tehát gyakorlatilag nem adhatom el. Van azonban egy kis kapu egyébként a rendeletben, amivel mégis eladhatjuk. Ehhez viszont a támogatást, amikor el szeretnénk adni, akkor a támogatást letétbe kell helyezni az államkincstárnál, de hát azért azt gondolom, hogy elég kevesen vannak, akik a 10 millió forintot azt egyben csak így le tudják tenni, hogy akkor most szeretném eladni a lakást és egy másikat venni helyette, de akinek erre lehetősége van, az természetesen ezzel élhet. Ha mégis eladnánk egyébként a lakást mondjuk
teszem a szállás miatt, ami ugye előfordulhat, akkor viszont vissza kell fizetni a támogatást. És ha mondjuk apa lelép, két gyerekkel én ott állok, felvettük közösen, apa azt mondja, hogy nem, ott marad a nyakamba két gyerek, ott marad a nyakamba mondjuk a csók, jön egy pasi, és csinál nekem egy harmadikat, akkor a dolog például mehet tovább, vagy anya megszívja a két gyerekkel, apa vidáman elmegy egy fiatalabb nővel, és ott marad minden mondjuk a nő nyakában. Itt az is kérdés, hogy a válláskor ugye eleve, hogyha nincsen ténylegesen kimondva a válás, akkor hiába az új pasi csinálja meg a gyereket, akkor ugye jogilag ugye a régi házasságban születik meg, így a csoknál számíthat. Uh-huh. Ha viszont kimondják a válást, akkor azonnal vissza kell fizetni a rendelet alapján a támogatást, úgyhogy ez nem egy járható út. Az kemény, tehát se eladni, se elválni nem nagyon lehet. Uh-huh. Nem, mert akkor nem. Vissza kell fizetni azonnal. Igazából ez egybecseng azzal, amit a Balogh emberminiszter mondott, hogy hát ne váljanak el a családok. Aha. Jó, igen. Hát igen, csak ez nehéz, ugye, hát tervbe venni lehet, de hát egyben tartani, kikényszeríteni azért az egy nehezebb dolog, persze. Jó, én nem tudok nagyon erről többet kérdezni, én azt hiszem a legfontosabbakat elmondtuk, hát nyilván nagyon sok kérdés, és nagyon komoly mélységei vannak ennek a csoknak, és hát még sok a bizonytalan tényező, de azt hiszem talán a legfontosabbakat elmondtuk, ugye? Nagyjából igen. Hát a feltételeknél még azt érdemes kiemelni talán, hogy a 10 milliós csokot például 2 éves társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötik. Ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2 éven keresztül folyamatosan munkaviszonyba kell lennie az illetőnek, aki igényli a csokot. Azért... Uh-huh. Az is fontos. Igen, ez is fontos, illetve hát nem lehet rajta a KHR negatív listáján, tehát nem lehet hátralékos hitele tartozása a csok igénylőknek. Hát itt ugye sokan felszólaltak az ellen, hogy akkor ez most miért jó, meg hogy miért kell egy visszanemtérítendő támogatásnál ezt előírni. Hogy mi a mögöttes dolog, azt nyilván a minisztérium tudna elmondani, de azt gondolom, hogy például a hitelhez ott eleve ugye ez is egy feltétel, tehát hogyha 20 millióról beszélünk, akkor egyébként is egy feltétel lenne a hitel 10 milliós összegének a felvételéhez, hogy ne legyen előzőleg tartozások. Gyerekek, 10 év múlva valóban a meddőkországa leszünk. Itt papíron itt gyerekek, ennyi meddő még nem van. Így kiugrunk majd az Európai Uniós átlagból, hogy 2-nél meg kellett állnunk, milyen meddő vagyok. Nem jött össze. Hát nagyon kemény, ezt kíváncsiak vagyunk a részletekre. Azért ezt mindenkinek jól meg kell gondolni. Gondolom, te is ezt tanácsolod, hogy nagyon nézzen utána, nagyon kérdezze meg. Ha lehetősége van, vegye igénybe, de ne részegüljön meg azonnal a 10 milliótól, hanem nagyon-nagyon gondolja meg. Jól mondom, Péter? Igen. Tehát azért végig kell gondolni, hogy ténylegesen tudjuk-e teljesíteni. Egyébként nemrég derült ki egy statisztika, hogy például a magyar férfiak 10%-a alkalmas spermadonornak, azaz, hát ez azt jelenti, hogy ugye az nem olyan jó minőségű az anyag, hogy úgy mondjam. És hát, ebből a 10-ből 8 én vagyok. Ebből 10%-ból 8% csak a Jani. Éves termése. Hát erre nem tudtam, tehát így azért teljesen más a dolog. Na de a viccet félretéve, tehát nem olyan egyszerű összehozni a 3 gyereket. Hát nem. Az a legbátrabb, aki nullánál azt mondja, hogy 3, hát legalább egyet nézzen meg, hogy milyen gyerekek. Mert azért akinek van, az tudja, hogy másfajta élet az gyerek nélkül és gyerekkel. Átalakul egy-két dolog azért. Oké, hát köszönjük, reméljük, hogy tudtunk sokaknak segíteni, nyilván ezen beszélgetés célja ez is volt, hogy humorizálunk, de azért egy kicsit komolyabban veled, Péter, hogy elmondjunk fontosabb részleteket, mindenki tényleg olvasson utána, nagyon. Péter, köszönjük szépen, jó munkát nektek! Köszönjük szépen, Ráski Péterrel beszélgettünk, köszönjük szépen a pénzcentrum.hu egyik elemzőjével. Jó, gondold meg azt az éjfejlesz. Jó, gondold meg azért. Szerelem van. Egyébként is akartuk. Hát persze. Óvatosan azért fogságban, nem biztos, hogy kell szaporodni, így egy hallgató, gyerekek. Óvatosan azért. Csak ügyesen azért ezzel. Nem baj, Feri, értem. Mindannyiunknak ott van a kis ladikunk a szerelem tengerén, vagy legalábbis ott volt. Hát a tiéd az csak dagadó vitorlákkal menjen tovább. Menjen tovább a habokon. Balázsik már ledobták a horgonyt, ahogy én észrevettem. Én már az egynél is ezt mondtuk, de kettőnél nagyon teljes. Nagyon teljes. Jó, úgy, az. Bárkinek bárhol csókolok. Javaslom azt az irányt, ahol mi tartunk, mi már a száraz dokban állunk.
Fél kilenc múlt pontosan, 7 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 4 percen, hello mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, és csokoztunk egy picit. Próbáltunk, hát nem azt mondom, hogy tiszta vizet önteni a pohárba, de legalább egy kicsit segíteni. Nyilván nagyon sokan érdeklődnek a téma iránt, és nagyon sok kérdés jött még. Hát nem is lehet az összeset megválaszolni, nem is tudtuk. Ahogy én még a szakértőt is hallottam, még talán bennük is van egyfajta bizonytalanság, és nem minden teljesen egyértelmű. Úgyhogy ebben próbáltunk segíteni. Szerintem arra mindenféleképpen jó volt ez az elmúlt egy óra, hogy mindenki marhára gondolja meg. Tehát, hogy pénzért ne csinálj gyereket. Hogy összeköltözik a Rákóczival. Hogy ez kettő van, ha valaki van közületek, egyedülálló hallgatók, akiknek van egy-egy gyermeke, már akkor azt bevesszük, és akkor megvan három. Nem, tehát, hogy pénzért tényleg ne csinálj gyereket. Így van, pedig sarjad az élet fája, basszus. Az örök élet vize folyik. Ezzel nem tud leállni, érted? Ő szeretne a harmadik gyereket, bár most az utcaikban már nem lehet közlekedni, mert a béka megrendelte a költöztetőket. Igen. De csak nekem. Igen, csak én menjek. Hát igen, mi egy után csak azt mondtuk, hogy nem lesz több, aztán látod, szóval sose lehet tudni, hogy... Nem kellett volna inni azon az estét, igen. Tudod? Ugye? Sose ezért mondtam, hogy ti csak a horgony dobtátok le szerint. Egyelőre, aztán kiderül, hogy mikor jön nem, a szél, meg a dagány. Elég véglegesnek tűnik, igen. Na, a harmadik, ha már nem lesz gond. Így van. Mi van? Te is ezt tolod? Ha már nem lesz gond. Egyel, aki nem sokára kiderül, érted, éppen kis kamasz, hát úgy könnyű. Érted? Én 6 szókelek éjszaka. Abból 8 szó pisil. Így 40 felé, érted? És nem a gyerek miatt. Úgyhogy ugye egy gyerek, nem gyerek. De így van. Az könnyű. A kettő nem trió. A kettőnél indul a káosz. Na, az a 21-es úton Tarnál mérik a 60 irányába autózókat, valamint Mátraszőlős Pásztó kereszteződésében van egy balesetrendőr autó, már a helyszínen BTS küldte nekünk. M86-oson Szombathely előtt mérik a Szombathely felé haladókat a felüljáróról, ezt Geri küldte nekünk. Erzsébet hídon Budáról Pest felé karambola a külső sávban, üzeni Robi, valamint az M51-es és az 5-ös út kereszteződésében friss baleset van, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon, csak egy sáv járható. Na, azt mondja, hogy 10 plusz 10-ért simán leszek bármelyik kötök élettársa. Nekem van két gyerekem, ti osztok egyet, felezünk, még csak találkozzunk sem kell, közös lakcímet tudok intézni. Na, látod? Már megy az okoskodás. Hát itt közben olyan történetek jönnek, hogy lehet ezt kijátszani, meg miket lehet okoskodni. Már a jég hátán is megélek mentalitás elindult néhány emberben. Elképesztő lehetőségeket vázolnak, hogy miket nem tartalmaz ez a törvénytervezet, és hol vannak a kiskapuk? Nem mondom most be ezeket, de egészen lesz meg, akik jól járnak ezzel. Már elindult az ügyeskedés. Készülj, még a 11-re otthon vagyok. Így van. Igen. Az aló és tusfürdő használt. Azt szeretem. Azt mindig úgy megborzoltat. Nagy buli lesz. Na jó van. Mutatjuk a beugrót, jó? Figyeljen mindenki, aki játszan a következő Orobán hármasugrást. Mutatjuk, hogy mit kell kitalálni, vagy megfejteni. Ez a beugró a hármasugráshoz. Jó is ez. Még egyszer? Igen. Még egyszer mutatjuk. Lehet. Figyeljen mindenki. Én arra kíváncsi lennék, visszatérve még egy pillanatra, de már nem a csokra, hanem a vállásokra, hogy kik válnak el inkább, a pasik hagyják ott a nőket, vagy ma már a mai világban már több nő ad beváló keresetet. Ez érdekes lehet, ez aztán nem érdekel benneteket? Szerintem hogy kik azok, akik manapság már inkább kilépnek egy-egy kapcsolatból. Bár ugye azért a nő azért nem vált sokáig, mert nem szabadott, nem volt diva, nem fért bele. Lehet, hogy a mai emancipált nő már azt mondja, hogy már pedig igenis én kilépek ebből a rosszból. Nem tudom, ez csak egy okfejtés. Tehát én ma arra szavazok, hogy 70-30 a pasik javára. Még mindig a pasik lépnek ki, hagyják ott, igen, találnak újat, szerelmesednek bele valaki másba. Vagy ők merik kimondani. Tehát van egy házasság, ami tart 10 vagy 20 év, és már mind a ketten tudjátok, hogy rossz. Ott a pasi fogja szerintem előbb kimondani, nem? Uh-huh. Hogy ő áll föl könnyebben, és azt mondja, hogy oké. Mostanában egyre több olyan kapcsolatot hallok, és olyan válást, ahol a nőnek lett elege, és a nő ment el. Tehát olyan, mintha megfordulni látszana ez a dolog. Hogy régen tényleg azt hallottad, hogy a pali lelépett, talált valakit, fiatalabbat, szebbet, nem tudom. De
Mostanában nagyon sok olyan van, hogy a nő lépett ki, a nőnek lett elege, a nő mondta azt, hogy oké, elég volt, köszönöm, ezt nem bírom tovább, vagy talált magának valakit, vagy csak úgy érezte, hogy nem akar tovább ezzel a férfővel élni. Szerintem meglepődnénk egyébként, hogy mennyire megváltozott. Szerintem az, ez az számít, hogy hol van gyerek, én szerintem a nő sokkal jobban kötődnek a gyerekhez, és abban az esetben, hogyha ha mondjuk valami nem működik otthon érzelmileg, akkor ők azok, akik inkább arra gondolnak, hogy úristen, de mi lesz a gyerekekkel, és ezért maradnak inkább benne a kapcsolatban. Az is lehet, igen. Na jó, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, mit hallottunk, jó? Legalább 2 darab előadót, 2 darab dalcímet küldjetek el, ha játszanátok velünk. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. Júli, kedv van? Júli jön hozzánk, olyan régen nem találkoztunk már velem. Júlival folytatjuk, Ákos hírei után. Tudik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk pontosan 8 perccel. Hello, drága Morning Show hallgatók. Itt vagyunk még egy óráig. Veletek kicsit segítünk, hogy hát könnyebb legyen a ma reggel. Bár ami az időjárást illeti, egészen hálásak lehetünk. Nem azt mondom, hogy tavaszi időjárás. Direkt van, hogy... Igen. Hát mondd meg. Fenni mikrofonja valahogy mindig lemarad. Valamiért. Hát mert neked olyan az orgánmot, hogy nem is kell bekapcsolnia. Dobjam be a százast. Nem vagy tiltó listán, valahogy mellé nyúlok, és nem ég a piros. De nagyon kitartam, mindig integetsz, most már hónapok óta. Lelkes a srác. Én meg azt gondolom, hogy örül a megszólalásnak, hát nézd, milyen boldog integet. Mindig tűz van benne, hogy itt lehet velünk, de jó. De 2 perc után leesik, hogy azért integetsz, mert nem ég a mikrofonod. Szóval, hogy ami az időjárást illeti, ma még egy picit melegebb lesz. Most azt nem úgy képzelje azért senki, aki még nem lépett utcára, hogy 15 fok, csak ez az 5-6-7 fokocska, ami egészen jó, ugye 0 fok után, és aztán pénteken durvul majd az időjárás újra, jön a hóesés, pénteken már csak 2-0 fokot mondanak, ha a hétvégére pedig mínuszok jönnek újra, hóeséssel. Pluszban nem is lehet disznót vágni, már pedig mi azt fogjuk csinálni péntekre, szombatra vírra a dolog. Sokan kérdezik, hogy én hogy fogom átélni ezt a dolgot, nyilván nem nézem végig. Egyrészt, másrészt meg, hát ilyenkor azért beáll az ember a sorba, tehát én tekintettel vagyok a többiek igényeire, én kisebbséget alkotok most így a rádión belül, de hát nem akarom megváltoztatni a világot, ami körülöttem van, ha nem muszáj erőszakkal, úgyhogy hát persze. Meg fura is lenne, hogy összeverekednék 30 ember. Igen, nem te ölöd meg, nem eszel bele. Hát engedjétek szabadon! És tényleg, keresnék reggel a disznót. Az olajtai, a nyitva van. Jani szabad csapatai. És jönnék vissza ilyen csűdik sarasan, tudod, Szántóföldről. Hol volt a Jani? Nem látod a disznót? Nem. Van még abból a teába? Igen. Hajtanád a mezőn a malacot. Egy kis állat, szabad vagy kis állat, szabad vagy. Fuss, már jönnek! Már látom Feri fejét a fölhőkből. Igen, késsel a kezébe. A településnek a nevét egyébként direkt nem mondjuk, hogy ne tudják evakuálni. Nem, azt ne is mondjuk. Ez csak egy ilyen kis privát belsős, kis klasszos csapatépítés, úgyhogy nem. Nem is kell ezt mondani. 8-as út Devecsernél trafi van, úgyhogy mindenki vigyázzon. M85-ösön a Kónyi felüljáróról mérnek Győr felé hajtókat, mindenki vigyázzon. M6 jó járható, hatóságmentes Peti küldte nekünk, de azért van egy trafi a 134-es kilométer után Pécs felé a pihenőnél. 8-as út 92-es kőnél Devecserben trafi, köszönjük szépen. Valamint a 21-es főúton Tarnál mérik a 60 irányába autózókat. Úgyhogy figyeljen mindenki. Na, amúgy hogy tervezek? Régi mond rock and roll buli lesz? Boilerre szakítós, ablakon kidobós tévés. Hát megvan a kemény maga, ki azért erre képes, úgyhogy nem kell semmit csinálni, csak sodorodni az eseménye. Csak odállni és nézni. Azért van 3-4 arc, aki bármit. Szerintem éjfél tájéken már bármire rávehető. Jó. Legyen valaki annyira józan, hogy tudjon videózni. Jó. Az én mondataim éjfél után már csak úgy indulnak majd, nem mered. És aztán gyere, tarts velem, és neves. És lesz, aki majd elmondja, hogy de bizony, de Bali, nem mered meggyújtani. De hogy nem, Bali, nem mered meggyújtani, vele venni, felmászni, leugrani. Figyeld, nagyon jó lesz. Na, kedv van. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy megjött hozzánk, ami drága Julink. Julival mindig történik valami. Juliska!
Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatalnő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juliska, hello, jó reggelt! Ciao, hello! Juliska, ezt nem tudom megszólni. Juliska. A Juliska, nem tudom, mi van, gyerekek, zöld harisnya van rajta, irgalmatlan, szexin kivillanó gyerekek. Láb. A csókra gyúl. Csók, az csók, gyerekek. Na, srácok, nem értem, miért hiszitek, hogy ennyire kézi vezérlésűek vagyunk mi nők, tényleg? Hogy az egyetlen élvezet és örömforrás az életünkben az, hogyha a férjünk. Hát mert ismerünk, hogy a férjeddel, de... Ja. Hát ki tudja, igen. Igen, mert az nektek is örömforrás, hát az nem csak arról szól. Nem, ászlet lennék, ha azt mondanám, hogy nem, természetesen, de nem csak ez az egyetlen örömforrás egy nő, nem csak ezért mosolyog. Egyébként megjegyzem, két nappal ezelőtt, amiről az ónos esőben úgy elvágódott. Akkor ezer röhögsz már két napja. Fekszik, felpolcolt lábbal, cipóra dagadt bokával, úgyhogy most egy hétig nem nagyon állt talpra. Na de lány, végre otthon van. Így van, végre látom. De csúszkált, vagánykodott, vagy csak egyszerűen spontán dobott egy brutális nagy zapot? Kocsiból átlépett átugrott egy pocsolyát, és ahogy földet ért, így, mint a műkocsolyázók, amikor rosszul érdek talajt, és aláfordult a lába. Oh. A borostyába kapaszkodva felhúzta magát állítólag, és utána négy kézlábbal, hogy bemászott a házba. Oh, ez elég nyomorú. És már fent aludtam, és csak azt hallottam, hogy és azt gondoltam, hogy retteltesen... Kinéztél, és megint négy kézláb jön hozzá. Ez már részeg áll. Mondtam, hogy ne egy állító játékot. És szólt, hogy akkor jöjjek le, mert baj van. Ránéztem, és akkor láttam, hogy tényleg nagy baj van. Így állt a bokája, borzasztóan nézett ki, másnap ügyelet. De hála Istennek nem szakadt el, csak azt mondták, hogy ezt most így egy hétig nem szabad használni, mert különben 3 hét lesz belőle, és nem egy hét. Az kemény. Igen, ez az ónos eső, ami volt, nem is tudom, hétvégén vagy mikor. Elképesztő. Na, egy leesik és vége. Tehát, hogy így nem tudsz. Én tudom, hogy nem tudsz közlekedni. Nem szabad, meg nem szabadna már most már, de hogy így azért én kicsit felsóztam a járdát. Na! A környezet végén. Nézd meg. A negyedik nénit is. Na, nézd meg. Sózzuk a járdát. Karácsony óta először találkozunk, úgyhogy hoztam nektek, ami az enyém, az a tiétek is. Na, mit hoztam? Egy kis ízelítőt a karácsony ajándékomból. Ezt hozták karácsonyra. Miró kimaxolta a romantikát. Ez a legjobb. Én ezt ismerem. Figyelj. Kapta egy kartont ebből, malacpört. Sertésbőrből készült ropogó snack. Így van. Atya, új röpi ropi. Nagyon jó. Csak kérlek szépen a bőr, tehát nincs az úgy, mint a töpörtőnél, emlékszem még rá, Jani, volt ugye a bőr rész, ami megkeményedett, és fölötte a zsír, abból lett a töpörtő. Ez nincs, ez csak a vékony bőr kisütve ropi is. Nektek vannak ilyen addikció, ilyen időszakos addikciók, tehát rákattantok valamire. Nekem volt egy időben kínai leves, aztán utána mogyoró, aztán szotyi, és egy időben balra be jobbra ki, igen. És ezt megkóstoltam egyszer bent a Mirónál, mert náluk van ilyen is sörkorcsolyának, és hát egyszerűen fennakadtak a szemeim. Milyen munkai ez, ahol sörkorcsolja van? Kóstold már meg. Megkóstoltam, nem, én nem bírom ezt megenni. Nem. Ó, te jó. Ugye, hogy milyen jó? Feri minden, ami egy csomagol a somálnak. És meg is eszi. Csodál, a gyerek nem kap érdekére, felsír. Pézacskót megeszi. Ez meg egy fél barna. Na mindegy, szóval elcsipte a Miró azt, hogy azt hiszem, hogy valahogy így fél mondattal megemlítettem, hogy Istenem, a karácsonyra egy kartonnal kérek ebből, és ott volt a fa alatt. Nem, viccesen ezt kaptad Karira? És erre vagy rákattamva? Most már nem. Most már kicsit túladagoltam. Nálam a gumicukor volt egy időben ilyen. Hogy van ilyen, hogy az ember így orr a szájba. Egyszer is tudtam róla, hogy hát nem a legegészségesebb, de egyszer nem tudtam vele leállni. Ez az időszak volt, amikor emlékeztek a mozikban, most talán még néhány mozik most is van, amikor így ki lehetett így dekára. És emlékszem, hogy Kőbánya moziban jártunk Mónéval, és így fél kilót meg tudtam belőle simán enni. És a leg autentikusabb, a legtermészetesebb kólás. Hát nyilvánvalóan kívi. Mennyi kivit látok volna? Marakuja, tudod? Marakuja. Nyilván látod nagyon sok marakuját. Igen, tutti frutti. Jó volt a Kari, minden oké? Okay? Lement, lezajlott, szilveszter. Igen, óriási nagy család volt. 16-an ültük körbe az asztalt. A Miró este 8-kor kicsit lefeküdt fönt. Aj, de szeretem. Ő megy el, vagy te küldöd el, hogy na most, drágám, most menjél el egy picit.
elmentünk a gyerekekkel sétálni, mert nálunk akkor jön a Jézuska, amikor nem vagyunk otthon. Uh-huh. Hát különben nem tudna jönni az a bizonyos Jézuska. És a Miró mondta, hogy ő nem menne most ki ebbe a nagy hidegbe, meg néhány rokon is mondta, hogy ő nekünk sincsen kedvük nagyon sétálni, úgyhogy ők majd fölmennek addig, ameddig megjön a Jézuska. És hát a gyerekek berontottak, ugye körbeálltuk a fát, mindenki adta az ajándékokat, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ott van a Miró csomagja a kezemben, de nincsen kinek odaadjam. És így elkezdtem keresni a lakásba, hogy hol van a Miki, és fölmentem, és azt láttam, hogy a Miró fekszik két Lego figurával a kezében, és alszik, úgyhogy felráztam, hogy na most ne csináld ezt, könyörögve kérlek, gyere le, mert itt van az egész rokonság, egy picit még tartsad magad. Úgyhogy még lent volt másfél órát, akkor még kicsit kocintott, még mindenkivel, kettőt, három. De már csak én is. Karácsony! Kibontott a csomagot, megint szonda! Ezen gondolkodtam, ahogy ott körülnéztem az asztalon, és láttam, hogy ott ül a boldog család, és mindenkinek a kezében van egy boros pohár, vagy egy rövides pohár, és egyszer csak megjelent mellettem a Milán valami kis Lego kütyüvel, hogy rakjam össze, és pont abban a pillanatban ért oda, amikor én kocintottam, lehúztam a mézes pálinkát, majd letettem az asztalra, és utána hozzá odaálltam, és akkor szerelgettem a kis Legóját, hogy vajon jó-e az, hogy ennyire természetesen jelen van az életünkben az alkoholfogyasztás, és hogy a gyerekek ennek szemtanúi. Most tényleg rám nézem. Szerintem szörnyű! Fúj! Sőt, kicsit kis fordult felé. Fúj! Undorító az egész, ahogy isztok a gyerekeitek előtt. Fúj! Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy részegen esel kell te is a kölök előtt. Tehát nem addig iszol. Hiszen Miró is elvonult repihenni. Tehát nagyon diszkréten felment a gyerek, szóval van egy darab Lego figurával a kezében. Igen. Tehát, hogy nem addig iszol, ameddig mocsok részeg leszel. De hogy tulajdonképpen, ha így visszagondolok, nálunk minden ünnep, minden buli, minden születésnap, karácsony, szilveszter része az, hogy iszunk. Méghozzá nem keveset. És hogy természetes az, hogy az asztal körül ülőknek pohár van a kezében, és mindenki jókedvű. És nyilvánvalóan nem azért érezzük jól magunkat, mert iszunk, mi amúgy is jól érezzük magunkat, de erre még rásegítünk. És nem tudom, hogy jó-e az, hogy a gyerek azt látja, hogy ez a mi életünkben ennyire természetes folyamat. És ott vannak még a névnapok, a születésnapok, a mások névnapjai, és mások születésnapjai. A vasárnapok és a szombatok. Hát, hogy ennek a hosszú távú következményei vajon mi lesz? Hogy alkesz lesz a gyereked? Hogy érzed, te az vagy? Mondjátok, és akkor... Te az vagy? Hát úgy képzeljétek el, hogy valamelyik este... Hogy igen. Valamelyik este... Egy pohárborért. Egy ilyen húzósabb nap után, amikor a gyerekek már egy kicsit táncoltak az idegeim, az jutott az eszembe, hogy de jó lenne most önteni egy kis pálinkát. Soha életemben nem jutott ez így eszembe, de akkor így valahogy így bevillant. És így rögtön átfutott a hideg a hátam, hogy basszus, mi a francon gondolkodok én? Hogy mi az, hogy állok itt a gyerekek mellett, és úgy kedvem szottyant egy picit páleszozni. És a Záher Gábor mondta egyébként azt, hogy ez a korosztály, amiben én vagyok, ez a 35-40-es, ez egy abszolút veszélyeztetett kategória, sokat vannak otthon egyedül a nők, és úgy elkezdenek úgy kicsit feszültséget oldani, levezetni alkohollal, mert hogy ez az örömszerzés egyik legegyszerűbb módja. Aha. És akkor néha úgy maradnak. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, egyébként egyre többször gondolom én is azt, hogy jó este meginni egy pohár bort. Na most, ha minden nap megiszol hosszú távon egy pohár bort, akkor egy sör, akkor te szociológiai értelemben vett már rendszeresen, tehát alkoholista vagy. Ez nagyon durva. De egyszerűen, tehát stresszel az ember, a két gyerek azért szerintem a csontodat le tudja rágni, ha két hétig folyamatosan otthon vagy velük, mert nagy meló, persze nagyon nagy öröm. Valamivel le kell kísérni a rövidet is. Igen, nagyon nagy öröm velük lenni, de gyerekek meló, hát amikor lefekszel éjfélkor, és a kicsi hatkor fönn van, és azt szoktam mondani, ülsz 8-kor reggel a kövön, és még csak 8-kor van, és azt hiszed, már dél van, nem is ránézel az órára, és 7 óra 58, és már 2 órája sakkozol vele. Szóval, hogy ez egy nagy meló. Én nem hiszem egyébként, hogy az ivással lenne a baj. Tehát a baj az van, ha az ivás következményével szembesül a gyerek. Tehát én emlékszem arra, hogy gyerekként sem az zavart, amikor édesanyám vagy édesapám ivott, hanem amikor esetleg, ne adj Isten, néha nem alkoholisták a szüleim, tehát senki ne így gondolja, de láttál rajtuk valamilyen kicsit megváltozott tudatállapotot. Tehát a gyerek nem az ivással köti össze, hanem az ivás által bekövetkezett változásoktól kezd el vagy szorongani, vagy megijedni, vagy félreértelmezni, vagy ha kedves vagy vele, mosolyogsz, 6-szor elesel csapkodni a térdét, de hogy sosem az ivás a baj, hanem az ivás utáni állapotot kell elkülöníteni a gyerekneveléstől. Tehát azt már ne lássa, azon már ne szorongjon, azt már ne lássa, hogy támolyog,
boldog az anyja, hogy részeg vagy. Vagy ne adj Isten, hát hány szülő válik agresszívvé, és kezdi el mondjuk a gyereken az ivás miatt kiélni a különböző érzelmeit. Az, egészen más. Az egy más dolog, de az, hogy te iszol, azt a gyerek szerintem nem különbözteti meg attól, hogy neked mi van a poharadban. Még az se, ha kocintasz. Akkor megváltozik a... Itt válik fontossá az elválasztás. Az ivás meg az ivás között is van azért különbség. Tehát egy pohár bor nincs baj. Az, hogy a szülők isznak, kocintanak, lefekszik a gyerek. Mert megálltok egy pohár bornál. Hát én nem rugok be minden este azért. De szeretek lazítani este 8-kor, kibontunk egy pohár bort. Semmi baj. Én megiszom a gyerek előtt. Tehát én ebből nem csinálok problémát. Téged látott már a Benny részegen? Ez a nagy kérdés. Ez egy jó kérdés. Hogy nyugodtan, és mondjátok is el, hogy titeket láttak már a gyerekeitek részegen. Ez egy sarkalatos. Egyszer látott a Benny. Csak az udvariasok. Egyszer látott a Benny, amikor én áthívtam a barátaimat, és a Vikinek mondtam, hogy hagyja ott nyugodtan a gyereket, és menjen el. Ez egyetlen egyszer történt meg. Azt mondja a Viki hátra, hogy Jézus. És a gyerek szépen artikulálva mondtam neki. És a gyerek nagyon élvezte, mert ott volt 6 barátom, iszogattunk, és hát úgy el volt ott, jött-ment a felnőttek között, és baromira élvezte, hogy minden barátom egyébként vele foglalkozik. Tettünk egy csokornyakendőt a nyakába, adtunk a kezébe egy tálcát. Jattot kapott a végén. A mostani hétvégén nem hagytam otthon. A mostani hétvégén fiús hétvége volt nálam, mind a két gyereket elvitte a Viki, tehát megérkeztek a barátok. A tűzoltókkal együtt értek haza. 6:45-kor tudtuk letenni magunkat szunyókálni, elég jól sikerült este volt, de nem maradtak ott már a gyerekek, fiús este volt. És ott a Benny ezt nagyon élvezte, ő szerintem akkor jött rá, hogy az apja kicsit sokat ivott, amikor valami olyan mesét kezdtem el neki mesélni, amit addig soha, és amikor abba hagytam, mert belealudtam, és rám... Igen. És rám szólt, hogy apuci, ez egy nagyon jó mese, folytás, nem tudtam, hogy mit kell folytatni. Tudom, kell tenni, hát úgy, hogy mit, hát folytasd azt, amit ez nagyon hogy tetszik. Ilyet még sosem meséltél, ez nagyon jó mese, nyilván makonyán ott feküdtem mellett, és próbáltam 4:11-kor letenni a gyereket, de belealudtam a saját mesémbe, és nem emlékeztem, hogy mitől tetszik a gyereknek ennyire a mese. Fogalmam sem volt, hogy mit mesélt. Az neki nagyon tetszett, ezt hosszú ideig emlegette, de egyébként nem lát. Szóval szerintem az ivás következményével ne szembesüljön, nem magával az ivással. De ezzel se, hogy jó fej vagy. Azzal igen. Tehát ha jó fej vagy, kicsit nevetsz, oldottabb vagy, az nem baj, de szerintem ez is elindít benne egyfajta szorongást, hogy apa nem olyan, mint amilyennek megszoktam. Mikor apa más. Nem, de apa már. Ezt a gyerek... Máskor mindig olyan szarad. Hihetetlen rossz fej a paterok, most viszont óriási forma. Apa, így el egy kicsit. Tehát amikor egy megváltozott tudatállapot, rezgés van, a két szülő elkezd veszekedni. Mert az alkohol megindítja azt, hogy kijönnek a konfliktusok. Amikor te hallod a szüleidet ajtót csapkodva félrészegen veszekedni. Ha negatív élmények kötődik össze szóval... az ivás, akkor biztos, hogy rossz. Tehát, hogy amikor veszekszel a férjeddel, hogy veszek a férje feleségével, hogy ne adj Isten valami tetlegességig fajul a dolog. Akkor kezd a gyerek szorongani, hogy már látja a bort, hallja, hogy pukkan, hallja, hogy töltés, és tudja, hogy mi lesz a vége. Oké, ezt tudjuk, ez egy kategória, de mi van akkor, ha azt látja, hogy tényleg az apám sokkal jobb fej lesz tőle. Ritkán látja ezt. Tehát az a baj, hogy az emberek nagy többsége nem feltétlen jobb lesz. Ez egy szerencsés tudatállapot, hogy az apa jó fej lelazul, megsimogat, puszilgat és az ölébe vesz, de azért ismerve sajnos. Az átlagot, ezért inkább veszekedések vannak, agresszív lesz, bántja a feleséget, bántja a nőt, kiéli a gyereken, tehát sajnos a nagy többség azért nem feltétlen jó lesz, és ott kezd a gyerek már az ivás pillanatában szorongani, mert tudja, hogy mi a végállomás. Ha erről le tudod választani, nincs baj. A fogyasztás és a talajrészekre való ivás között van azért egy jelentős különbség. Nyilván, szerintem. Nálunk abszolút. Apa nagyon jó fej lesz. Lehet rajta lovacskázni. Így van, fekszik a fűn érte, mint a haverjaival. Lehet rajtuk ugróiskolázni. Annyi, hogy apát délbe be kell húzni az árnyékban, mert kicsit megsüti a nap. Hogy leégjen, szegény. Vagy szoktunk rá egy vizes fehérre lepedőt teríteni délben. Ezeket a kultúrát, a alkoholfogyasztás szabályt be kell tartani, csak hát kinek mi a kultúrát? Van olyan kultúrát, ahol körbejár a feleség a vendégkörben. Érted? De hát hol van ez? Hol van ilyen múlja? Gyerekeit tudják? Tehát micsodát? Beszélgettetek? Vagy anyukád, vagy anyukád, a béka anyukád elmondta? Tudja már, igen, hogy felgettia van. Ezért nem is akar a béka mondta már nekik ilyenkor, mert nekem például a gyerekek kérdezték, hagyjátok a gyerekek kérdezték azt, hogy most mi apámával mi van? Miért viselkedik így? És akkor ilyenkor egyszer azt mondta nekik, hogy hát többet ivott. Na itt kezdődik a probléma. De hogy viselkedett a Miró nagyon, hát ne, tehát nagyon vicces volt, tehát nagyon humorizált, nagyon oldott volt, sokkal oldottabb, mint majd belevágott egy baltát a hűtőszekrénybe. Á, gyerekek, nyílik ez a másik oldalról is. Tehát, hogy ti már artikuláltátok azt, hogy ez az állapot, amiben most apa van, ez a részegség?
Tehát a béka mondta már, hogy apa most részt. Hát, ne, de azért nem csúszom az arcomon. Na jó, de lehet, hogy volt, hogy egyszer kicsit megalakultál, elmentél aludni, és a gyerekek csak tök ártatlanul megkérdezték, hogy apa hol van, de ez nem... Tehát fáradt. Apa sokat játszott veletek egész nap. Apa elfáradt a lovacskázásra. Tudjátok, ugye emlékeztek, hogy egész nap dobált benneteket a tó vizébe. Itt jön a nehéz, hogy mit kommunikálsz, hogy kommunikálod, illetve mi indul a gyerek fejébe, és ez milyen esetleges zavart, frusztrációt, szorongást okoz. Hát ezt kell óvatosan. Tehát például a Mirónak is, én nem akarom elítélni, meg nincs ezzel baj, de nem baj, ha valaki kidől, de amíg a gyerekek látják, hogy apa a gyerekszobában fekszik időve, és anya pedig zokogva mondja, hogy apa megint fáradt. Nem, de most ez egyszer megtörtént, és senki nem ítélkezik feletetek, mert tök jó család vagy, meg nem erről van szó, hogy van Miró minden nap részeken fekszik, és a gyerekek átlépnek rajta, de ez okozhat szerintem zavart hosszú távon, ami felnőtt korban csak akár ugyanúgy megmarad. Vagy mint minta, érted? Tehát azért alkoholista lesz a gyerek. Nagyobb esélye van szerintem erre. Utána néztem ennek a történetnek, hogy az a család, aki, hogy is mondjam, ahol az alkoholfogyasztás természetes, és megengedőbbök a szülők, tehát például megengedik a gyereknek, hogy belekóstoljon az alkoholba, ott nagyobb eséllyel jelenik meg később ez, mint probléma, mint azoknál a családoknál, ahol ez szigorúan tiltott. Hogy később probléma lesz. Hát hogyne? Hát a minta, ami öröklődik, amit hozol, hogyne? Hát ha bennősz föl, ezt látod. Ez valószínűleg a dohányzásnál is hasonló, hogy a dohányosok gyerekei sokkal jobban megtanulták, természetesnek veszik, mint akik nem dohányoznak. Erre mindig van ellenfelmérés. Az is lehet, nem tudom. Mert például már tudom mondani neked, Franciaországban csinálták meg, ők ugye rettetes nagy borfogyasztók, de kultúrált borfogyasztók, és ott már egy éves gyereknek, vagy egy éves kortól adnak úgy bort, hogy vízbe elkeverve, de csak néhány cseppet, érted? Ne! Esküszöm. De miért? Az, hogy mondjuk egy deci jobban alszik. Hát, egyrészt szerintem miért? Is jobban alszik. Azért, mert egy éves korától kezdve az ízlelő bimbójának az emlékeiben ott van a bor, és később a bor fogyasztása az annyira kult, nem lesz alkoholista, tök érdekes, és ez nyilván azon múlik, hogy aztán a szülő később ezt hogy tereli, az egész társadalom hogy tereli, hogy nem alkoholista lesz belőle, hanem értő, borszakértő fogyasztó. Ennek az ellenkezőt is kiváltatja, ugyanúgy, igen, tehát látod az anyád, az apádat alkoholistaként részegen verekedni, elesni, illetve hogy annyira megutálod az alkohol, hogy tehát hogy nem törvényszerű, hogy soha nem fogsz inni, utálni fogod, és be sem mersz rúgni, mert félsz attól, hogy az anyád vagy az apád sorsára jussz. Tehát ennek ugyanúgy az ellenkezője is igaz lehet. Tehát nincs recept, hogyha isznak a gyerekek, ha nem iszol, ők se fognak. De azért ez meleg, hogy egy éves gyereknek például bort adnak. Ez. Három csepp van egy decilitre. Csak hogy szokja. Tudja, mi az a jó száraz vörös után. Meglegyen az ízélmény. A déli lejtő, a fahéj és a szegfűszeg jöjjön majd neki 18 évesen. Ott van az orosz példa is, ahol három csepp vizet kevernek az egy deci vodkába, az más. De legyen az uborka az a lényeg. Vagy bármi. De nem okoz az előbb-utóbb azért függőséget? Szóval, hogy nincs, most három csepp lehet, hogy nem. De hogy... Na, hát például ez az, hogy ha például odaáll eléd a gyerek azzal, hogy apa, megkóstolhatom. Kóstolja meg. Kóstolja. Hát a gyereknek kóstolja, az alkohol egyébként egy szörnyű élmény, ugye, hogy egy slug cigaretta is. Ugyanúgy, mint a cigaretta. Rossz íze van, megnyugszik, hogy nem marad le valami jóról. Mondja, hogy egy szörnyű, tehát amikor gyerekkoromban megkóstoltam a sört, én nem értettem évekig, hogy bírják ezt a szörnyű dolgot meginni, hogy ebben mi a jó. És tökre örültem, hogy a kis üdítőd, a kis tejed, tudod, tök finom. Mert ők még itták ezt a szörnyen keserű, szénsavas, rossz íz vitat. Tehát, hogy kóstolja meg, ha túl misztifikálod, ha nagyon titkolod, ha nagyon elzárod, ha nagyon óvod, és kiemeled az alkoholt, hogy nem kóstoltod meg, ne nyúlj az üveghez, ne nyúlj a pohárhoz. A gyerek nyilván annál jobban tudja, hogy te valami olyat csinálsz, amit neki nem szabad. Ha tök természetesen töltesz, gyere, kóstold meg ezt a felnőttek, iszák, neked nem finom, akkor a gyerek is teljesen harmonikus. Csak ott is egyszerre egyet, tehát ne az, hogy akkor az unikum után, hogy be tudsz a pléba vicc, most egy kis pénis, egy kis tojáslikör. Ez még nem kóstolt, egy nagyon finom lesz. Fehérom? Egy kis konyakot. Tehát szerintem a következmény, azt kell nagyon erősen leválasztani a gyerekről, amit sok szülő nem tud. Hát azért ez az ország, ez nem erről híres, sajnos. Én borzasztóan aggódom most amiatt, hogy mert most még meg lehet nekik magyarázni. Sőt, nálunk volt egyszer egy ilyen nagyon szélsőséges példa, egy esküvőn ott a Miki nagyon elfáradt, és akkor ott nagyon... Nagyon elfáradt? És ott akkor a gyerekek úgy nagyon megkapták ezt az élményt, és akkor ott nagyon sokat beszélgettünk is erről, mert láttam, hogy tele lettek ettől ezzel az élménnyel, és utána beszélgettünk erről, na utána amiről egyébként csőstül visszakapta, mert a srácok mindenhol ezt mesélték. Hmm. A játszótéren, az iskolában. Gondold el, ilyen fiatalon, 5-6 évesen látod az apádat valahol feküdni úgy, hogy félted, hogy nem érted, igen, hogy nem tudod, hogy mi van. Nem tudod egyszerűen gyerekként ezt a helyre tenni, hogy kialussza a kicsit
másnapos lesz. Úgyhogy a Mirónak ez egy olyan tanulópénz volt, hogy azóta soha, és nagyon-nagyon figyel erre. Csak karácsonyi gyerekek. Ez hát most, hogy betakarozott a post előtt, hogy női biciklivel. Semmi az. Semmi az. Két darab kaparosról segyel a homlokát. És az egyik nyert belőle egy ezeres. De már bezártam. De szóval, hogy most még ki tudom magyarázni nekik, és el tudom mondani azt, hogy az alkohol az egy szar dolog. De ez, de mit fogok szar, mondani neki 12-14 évesen, amikor elmegy egy buliba? De nem, hogy állok nem, nem, neki? Nem. Hidd el, hogy amennyire kellemetlen volt ez az egész élmény, meg annyire rossz volt ez nektek, annyira használ abban. Így van, azt gondolom, igen, hogy egyébként abban, ez nekünk a te célod, és hogy így van, elrettenti a gyerekeket az ivástól. És az, hogy te elmagyaráztad nekik, a gyerekek azok okosak. Ők levették az egész szituációt, nekik is kellett, volt rosszul érezték magukat, nem tudták hol tenni az egészet, erre még te rá is erősítettél azzal, hogy megmagyarázta az egész szituációt. Ez pont jó volt ez a sztori ahhoz, hogy aztán később nekik eszünkbe jusson, amikor majd adott esetben ő akar hozzányúlni a piához, ezzel köti össze. És nem pedig a jó kedve meg a jó fejességgel, mint Feriéknél. Ami még megdöbbentő, bocsánat, hogy olvastam szintén egy felmérést, hogy 10-ből 8 anya legalább egyszer 5 éves koráig a gyerek előtt mutatkozik részegen, ami szerintem... De Magyarországon? Magas adat. 10-ből 8 nő. Hát nem tudom, egyébként tök fura, hogy ugye mennyire elítéljük azt, hogyha egy nő lerészegedik. Hát sokkal jobban, mint ha egy férfi. Lesz, mint hogyha egy férfi, pedig hát általában az okok ugyanazok. Hát ez mint a szex, tudod. Tehát, hogyha egy pali csinálja, akkor nagyon jó, ha nő, akkor meg ugye megpecsételik. Ebben egyébként az ijesztő, hogy tényleg jó inni. Ja, igen. Te gyerekek, én 20 évesen vagy 15 évesen utáltam az alkoholizét, 25 évesen álltam valahol egy haverjém, és azt mondom, hogy nem értem, hogy lehet valaki alkoholista. Iszom, ha kell, melóból, hogy jól érezzük magunkat, de nem szeretem az ízét. Olyan vidáman pukkantok ki egy üvegbort, és iszom meg, és annyira jó és az érzés. És tudod, mi a szóval? Semmi elektrikusodásom is. Amikor és tudod, már megy egyedül is. Megiszod az első pohárbort, leér egy picit, és van egy ilyen... Megvan, ugye? Megvan. És úgy az idegeid úgy kezdenek elengedni, kicsit úgy minden szem. Hát mindenkinek más, érted? Nálunk meg azért sírják magukat állunk. Apa, megint bemarlenkázom! Jó, hát nálad... Megint egy tobozzal feltépen! Igen, nálad a virág szorongani ezt a megjelent egy tálca rákóczi túros. Tudja, hogy 26-os lesz a cukrad, és megvakulsz egy fél órára. A te dolgod az, hogy tanulja! Nekem meg már csak ez maradt. Igen. Jó, de tényleg, hát azt is nem követendő, meg ne igyon senki, ezeket el kell mondani. Hatóságilag előírt mondatok, de basszus, hát azért kibontani egy üveg bort. Na, nincs azzal semmi baj, igen. Óvatosan, Juli. Jó? Kenjük az egészet a Julira. Igen. Óvatosan a gyerekek. De amikor már gyerekek azt kérdik tőled, hogy a dianás cukorral nyalogasd le a csokit, mielőtt odaadod neki, akkor már gond van. Akkor baj van. Puszi, Juli, köszi, hogy itt voltál. Ciao, hello. Fél tíz múlt pontosan 4 perccel 3-as ugrás, játsszuk már is valakiben. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, Gabi! Igen. Gabi, mit hallottál, mi volt az előadó? Vagy ki volt az előadó, mi volt a dal? Maroon 5 volt, Pink, Charlie meg Cher. Nagyon jó. Charlie, Maroon 5, Pink. Na, minden nem illik ilyet kérdezni, de hány éves vagy? 21. Aha. Hm. És Charlie-t így megismerted? Igen, a régi zenéket szeretem. Az jó. Az nagyon jó. Milyenek a kérdések, Janim? Nehezek. Na, ja, ezt szeretem. Az első szerintem egy igazi zicser, könnyű kis bemelegít, aztán a második már kezdi elvenni egy picit a kedvet a játéktól. Parancsoljatok! Ha megtalálom, akkor mondom is. Na, mehetünk, figyelj ide. Igen. Így szól az első kérdés. Hogy nevezik a tálban nevelt formára metszett apró fácskákat? Bonsai. Úgy van! Menjünk tovább? Igen. Itt van a második kérdés. Melyik kontinens egyik országa Mauritánia? Mauritánia? Uh-huh. Melyik? Aha. Melyik ország? Mondjuk melyik kontinens? Afrika. Igen, jól van. Nagyon jó. Morning Show-s óránk van, ugye? Óránk van. Jöjjön a harmadik kérdés? Nehéz. Uh-huh. Igen, akkor inkább ne. Elég ennyi. Megállsz. Te viszed a nyakbaakasztót és a sapkát, ugye? Sapkánk van. Vagy az óra az utolsó? Monix és óra, így van. Az igazi kincs. Próbáljuk meg. Egyszer élünk. Naprendszerünk melyik bolygója kapta a nevét a tengerek római istenéről? Pluto. Mondjuk, ha így tényleg nehéz, ha nem gondolkoztok. Nem.
Poszeidon. Igen, de Poszeidon a görög mitológia. Nem, Poszeidon a izé. Akkor nem tudom, Neptun. Na, meg is vagyunk. Tengerek római istenéről, így van, így van, így van. Neptunus Poszeidon megfelelője a római mitológiában. Ó, én tudtam. Igen, majdnem, jó is volt. Igen. Na figyelj, egy bummal helyre tetsz mindent, hát ha új évben ad a szoftver először, jó? Figyelj! Mit kell csinálni? Te jó ilyet is kérdezni ennyi ez, év után. Halló, halló, Max, ki az? Bumozni. És mondja, hogy bum. De nagyon dobd oda. Bum! Mit csinál? Nem értem. Ez mi volt? Ezt nem értem. Mit csinál? Hogy teszik mondani? Mit kell csinálnom? Hatalmas bumma. Mondjam, hogy bum. Nem, mutasd. Igen? Bum. Hogy mi? Ez most komoly? Várd meg, amíg csend van. Ja. De hogy ja. Nagy bummot. Igen? Most. Bum. Ha, ez a bum az órára elég. Hát nem hagyja. Hát nem hallja. Hát nem annyira erőtlen. Egy nagy bummot. Még hangosabb van? Üvölcsek? Igen. Hát legyen kedves, köszönöm. Bum! Hey! A becsárja! Ha nézd már! Ha nálam ez! Nálam is! Tényleg? A becsárját neki! Ekkora az ajándékcsomag! Hát jel ez a szoftver! Ekkora bumra csak elsült! Sokan vannak körülöttem, úgyhogy nehéz volt egy picit így üvölteni. Dolgozol éppen? Igen. Mit csinálsz? Logisztikus vagyok. Azt hiszik, megőrültél, valaki beszélsz és... Igen, amúgy. Nagyon jó. Megvan az ajándékcsomag. Jelzett a szoftver, hát most mit szólsz? Hm? Köszönöm. Gabikám, küldjük neked, jó? Jó, puszi. Köszönöm. Ciao. Ja. 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 Milyen rendes ez a szoftver. Ugye? Nagyon, nagyon. Először. Le is fagyott, hetekig semmi. Az biztos, hogy semmit nem fog adni. Fél tíz múlt pontosan, 8 perc, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. 3:10 lesz, 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és jönnek a nap legjobb pillanatai. Mutatjuk, hogy miről volt szó ma reggel. Csókoztunk picit. Feri felvetette, hogy gondolkodik, vagy hát legalábbis átutott az agyán, elgondolkodott, hogy jó lenne, ha harmadszóra is, ugye, hát meghozná a gólya a gyermeket, és akkor bele lehetne ugrani a csókba. Erről kezdtünk beszélgetni. Iba jó, nem jó. Ezért, iba nem ezért, is, kicsit ugye, ezért. Ott állunk, akkor, de picit, hát picit ha már adnom, akkor... 10 milliókon van rá. 10 milliókon van rá. Igen. Megbeszéltük, hogy jó, nem jó, ki mit gondol róla. Hát ugye minden nap változik még ez a tervezet, minden nap kiadnak valami újat, tehát szerintem tényleg még a szakértők se tudják egészen pontosan, hogy ez kinek lesz jó és miért lesz jó. De mi megszólaltattuk a pénzcentrum.hu egyik elemzőjét, Ráski Pétert, hogy segítsen nekünk a főbb kérdésekben eligazodni, illetve mi is beszélgettünk a dologról, hogy jónak vagy nem jónak tartjuk ezt így első hallásra. Hát nyilván mélyebben azért még annyira nem ismerjük a dolgot. Erről volt szó, valamint felhívtuk Gábor atyát, akiről már a múlt héten lehetett olvasni, csak ugye mi nem voltunk adásban, és ezért nem tudtunk a témával foglalkozni, hogy egészen érdekes misét tartott, Star Wars-os elemeket emelt. Ugye a misében mesélt a jóról, a rosszról, az erő ébredéséről, és fénykardozott a misé megjelenteknek. Nagy sikert aratt vele. Óriási. Igen. Felhívtuk, és elmeséltettük vele, hogy mi történt azon az ominózus misén, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra... Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc van pontosan 10 óra. Csabi, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szevasztok! Hello, Csabi! Van, Csabikám? Hallgattam ezt a Juli féle iszunk, nem iszunk. Uh-huh. Engem egyetlen egyszer láttak a gyerekeim nehezen feljönni a lépcsőn. Sőt, nem is nagyon tudtam már felmenni a lépcsőn. És aztán erről eszembe jutott, hogy én viszont apámat soha az életemben nem láttam, még csak spiccesnek sem. Pedig hát ő mindig szeretett, ugye mi szextárgyak vagyunk, ő neki folyamatosan volt otthon valami jófajta bora. És ez azért, hogy fiatalon elköltöztél szexárdon, ezért nem láttad? Ez is lehet, de nem, tehát ő valószínűleg mindig tudta a mértéket, vagy még mindig tudja. És mit mondtak a srácok, amikor te botorkáltál, illetve még botorkálni sem botorkáltál? Hát a Laurát kérdezgetek, hogy mi van apával. És mi volt a kimentő? De addigra már valahogy tisztában voltak a részegség fogalmával, és akkor ez az, amikor apa most részeg? Apa most be van rúgva?
és aztán másnap meg nekem tették fel ugye ezeket a kérdéseket. Apa, te tegnap részeg volt? Nem, mert még most tiszta az alsója. Vagy ne, most már részeg. De ugye, hogy, az okokozat, tehát hogy a következmény nem mindegy. A gyerekben nem az van, hogy apa iszik, hanem apa milyen lesz attól, hogy iszik. Ezt kell tudni valahogy kezelni, vagy hogy anya és apa viszonya milyen lesz attól, hogy iszik, és én ülök a gyerek szobába, és rettegek, hogy ők már veszekedni fognak. Tehát ez a nem mindegy. De nekem az a nagy szerencsém, hogy a Laura nem iszik, így aztán ő észnél volt, hogy gyorsan elvitte aludni. Gyorsan elvitte aludni a gyerekeket, hogy ne lássanak. És hát igen. Igen. Laura nem iszik, mert így nem tud részt venni a tűcsere programban. Igen, nem tudom. Kettő egy. Na, Csavikám, hívjuk a naphallgatóját, jól nézd át a zenéket, hogy mi lesz. Oké, figyelj. Kérdezz, felelünk. Azt a kutya fáját. Na, na ez most mitől? Na, ez most mi a csöcstől? Ja, mi a? Gömbvillám. Nem kéne annyit inni. Egy pohárból este. Morning show. Az bizony, jó reggelt. Hello. Igen. Ciao. Már is mondom, hogy mit írtál? Hogy hívnak? Igen, kicsit elgépelt. Hogy hívnak? Éva vagyok. Éva, hát egy nő szájából, meg aztán pláne csodálatos. Hozzászóltál Júli témájához. Apa, megkóstolhatom, hogy mit iszol? Fúj, ez nagyon rossz. Na látod, fiam, menj haza, és mondd meg anyádnak, hogy nem szórakozni járok a kocsmába. Igen, ez egy régi, de úgy gondoltam, pont passzolhat ide. Nagyon szeretjük, ráadásul, hogy nő küldte nekünk, így még aztán pláne gyönyörű. Éva, van egy szép kis ajándékcsomagod. Nagyon szépen köszönöm, örülök neki. Hát köszönjük, hogy minket hallgatsz. Helyileg merre vagy? Miskolcon hallgatsz minket. De jó. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm nektek, szép napot kívánok. Köszi, ciao. Hello. De helyes volt. Ritkán van női naphallgatónk. Örülök annak. Csavikám, remek zenék? Rúzsa Magdit hozom nektek, képzeljétek, egy kicsit visszacsatolok a Klassz Karácsony sorozathoz. Emlékeztek rá, hogy hányszor elmondtam, hogy Rúzsa Magdi koncertjegyeket lehet nyerni, mert hogy karrierjének és életének egyik legfontosabb koncertjét adja majd február 27-én, és mekkora dolog az, hogy már Rúzsa Magdi is eljutott arra a szintre, hogy dupláznia kell, tehát hogy nem elég egyszer kibérelni az arénát, mert hogy megtöltötte, így lesz egy ráadás koncert egy nappal korábban 26-án. Úgyhogy innen gratulálunk, és persze örülünk a sikereinek, és ennek örömére lejátsszuk a Klasslágerét, a Tejút címűt. Aminek egyébként néhány hete itt a Kívánság műsorban volt a országos premierje. Minden a tiéd a magyar könnyű zenével kapcsolatosan, minden. Én kérek elnézést. Hát, tényleg, minden mi is? Tényleg? Hát hogy? Ja? Oké, okay. Csabi jön a Kívánság műsorra, 555-55-00 a telefonszám. Mindent elmondtunk? Mindent elmondtunk. Meg vagyunk. Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az